Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk. 11 perccel jó reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk. És elkezdjük. Az utolsó reggelt elkezdjük. Itt vagyunk pénteken. Hello Feri, hello Jani. Hello. Sziasztok, hello. Mindenki szól, be vagyunk. Még nem látok, nem tudom kinyitni a szemem, aztán néztem, hogy de van-e mindenki kapcsolva, ég a piros, minden rendben van, de minden rendben. Még egy tapsot is lehet, ez az, adjál. Megérdemlünk, gyerekek, hát nem. Persze, péntek van, mégiscsak péntek van, úgyhogy ünnepeljük meg ezt a napot. Az is megérdemli a tapsot, aki ezt a számot nem fejezte be. Kisa, TikTok, vagy mi volt ez? 320, azért ez 320. New Level Empire. Jó, de mi a vége? New Level Empire. Lejárt a stúdió, na menjünk. A nyuszit szeretem belőle. A nyuszit? A nyuszi jó gyerek. És a többi? A Level meg az Empire? A Level nem annyira jó arc, az Empire az számomra abszolút közömbös. Rideg csávó. De ez a nyuszinak a bandája. Ugye ez a New Level Empire? Az hát. Ez az. Ez a DJ nyuszinak. A nyuszi jó gyerek. Nyuszival melosztunk annak idején együtt a DJ-ben. Teljesen jó arc. Jó, nagyon-nagyon-nagyon jó arc, igen. Igen. Az énekes fiú pedig valamikor így zenetévés volt. Ő az, aki... Nem tudom, Zola, Zulu, Zumba, Zunza, Zulu, Zumba, Oroszlán király, Melba, Mamba, Bumba, Bumba, Cindével futott, de tudom, hogy ő igen, és a Piero őket nagyon kiosztotta az egyik ilyen dal versen, de valami olyan könyörtelenül és kegyetlenül, hogy az már elképesztő volt. Figyeljetek, nem rossz, amit csináltok, de egyszer rettenetesen irritáló az énekes, rossz, nyávog, nem való színpadra. Köszönjük. Így álltak, tudod, szegények. Nem volt annyira rossz, mint amennyire nagyot kaptak a Pierrotól. Egyáltalán nem volt rossz. Ott hát az énekes írónak azért sok hangja nincs. Ott valami probléma lehetett, valamilyen személyes affér lehetett valószínűleg az utolsó parkolóval beállt a Nyuszi, amikor éppen a Pierrot kanyarodott be. Nem, pont a Nyuszi, a Nyuszi dicsérte, és az énekes bántotta nagyon. Zolát szedte szét. Na, ez egy régi történet, csak eszembe jutott, nem mutatnék ezzel senkit, mert akkor nekem kéne 100-as dobnom, ugye? Bizony. Már írnák, ha én mesélnék régi rossz sztorikat, hogy Bali dobj egy 100-ast, úgyhogy ezt nem is folytatom. Bizonyám. Majd én mesélek egyet, bedobom na, előre a 100 forintos. Van aprom. De drága vagy. Dob előre. Nagyon. Így mondd el, de dobd előre. Dobd előre. Ilyetek, mi késztet arra embereket, akik vállalkozást üzemeltetnek a városban? Várjál. Szerintem 100-as, nem? Jani. Dobjál már be helyet, nincs nál. Na 60? 60, én még bizak. Nem rá. Tudom, mi lesz belőle, de szerintem ez egy kiló. Én érzem ezt. 35 forintom. 40. Akár jó is lehet, akkor kapd össze magad. Véleményes. Várj, de akkor 40%-ig elkúrhatom, nem? Na, eddig véleményes, szerintem jó. Kiló felé megyünk, de nézzük meg, mi lesz belőle. Tudjátok igen? Mit? Kapjátok meg, ti jöttök. Hagyjátok meg. Na mondd. Mi kényszerít embereket arra, akik vállalkozást üzemeltetnek a városban? Várj, ezt már mondtam, akkor ez 200. Na jó, ez most már viszont tényleg száz. Ugye, nem baj, nincs sztorid, mondd meg, hogy te ma reggel. Nem, és akkor folytatom, átveszem. Valamit mindig tudok mondani. Mondd meg, hogy nem készültél. Eddig mindenkinek megvan a sztori. Mi a folytatás? Van egy kerékpár kölcsönző, ahol például lehet kerékpár gumit fölfúvatni levegővel, te arra jársz kerékpárral, és nem akarsz kerékpárt bérelni sem venni, mert van neked. Viszont lapos a hátsó gumid, és bemész, és azt mondod, hogy tesó, szeretném fölfújni a gumimat. És azt mondja, hogy nem lehet. De mondom, látom a pumpát, ott van, nem vagyok hülye, hát értek hozzá, az a kerékpár pumpa, hogy add már ide, adok érte pénzt neked. Ha azt mondod, hogy ez neked pénzbe kerül, hogy mondjuk 300 forint fölfújni a bringát, akkor én kifizetem, bár nem érzem jogosnak, de kifizetem. Nem. És így megálltunk, itt megállt a beszélgetésünk, mert nem értettem, hogy mi van. Nyitva volt az üzlet, egyedül volt a srác. És azt mondta, hogy pénzért fújja föl. Nem, semmiért nem fújja. Nem kellett neki fölfújni. Mondtam, hogy adja ide a pumpát, mert én tudok biciklit pumpálni. Úgy nagyon jó vagyok be. És mondta, hogy nem adja. De ő nem is akarta fölfújni. De ő nem. És mondtam, hogy de adok érte pénzt. Tehát ha bérelni kell a pumpát nálatok, mert lehet bringát is bérelni, gondoltam, akkor pumpát is lehet, hogy adok érte szívesen pénzt. És mondta, hogy nem. Óriási arcok. Te ezt megérted? Hát nem. És akkor tudod, hogy a végén köszönjétek ki egymástól, hogy mi bringások, tartsunk össze. Igen. A következő kritikában szóval találkozunk. Ez jó, így van, akkor a címborák lettünk. Hogy... És egyébként meg bementem egy másik helyre, ahol mondta, csak persze. Sőt, mondta, hogy majd ő fölfújja, mondtam, nem kell, nem azért, hogy meg föl tudok fújni. És nem ért, és mondtam neki, hogy figyelj, azért lett volna jó, ha ide adod, mert egyrészt adok érte pénzt, ha kérsz, bár még egyszer mondom, nem érzem jogosnak, de hogy akkor legközelebb én sokat járok erre, lehet, hogy bejövök
szakaszt veszek valamit. Érted? Üzletpolitika, tudod? Igen, mert hogy visszajössz. Alapfok. Tehát, ha jó első fej óra. Valaki, ha valaki jó fej, akkor visszajössz hozzá. Ezt nem nagyon értem, hogy ezt miért nem. Hát azt megérteném, hogy pénzt kérne, hogy ne járjon mindenki hozzá fújatni, mert azért őt közül végzi a dolgát, 500 forint fölfújja. De hát nem ő fújja, érted? Igen, ezt a pumpát se adja oda, ez nem túl jó. Kopik. Igen, és ott ült, nem is volt dolga, különösebben én úgy láttam, hogy nem azért, mert így égett a keze alatt a munka, a bicikliket kellett újra javítani, vagy festeni, vagy akármi, semmi. Ott ült a csávó pénztárgép előtt, szerintem nézett valamit, de mondom neki, nem kellett volna közreműködni, és nem. És így ilyen álló háborúba belekeveredtünk, én próbáltam mondani az érveimet, hogy szerintem jó ide, dolog segíteni, segíteni másokat. Elkaplak. Szóval utána mondtam, hogy jó, hát akkor itt nagyon nincs miről beszélnünk, szevasz, legyél jó. Amikor tényleg csak egy nagyon-nagyon pici kis jó indulat, ugye? Tudod, ez a nem fáj, nem kerül pénzbe. És legyél jó egy másik emberre. Igen, és olyan jó lett volna szerintem a napunk, mindkettőnknek, nekem is, neki, és aztán átmentem egy másikba, és akkor ott fölfújattam. Na, adom a 40-et. Nem, ezért szerintem ne adjál, mert ez teljesen jogos. Ezeket én se értem. Hogy miért nem? Amikor pont ugyanannyi energia jól is megcsinálni valamit, mint a rosszul. Ugye ma már azt sem mondtam neked ezt a mondásomat, vagy nem az enyém mondta, másik. Mondta, hogy menjék útra, vagy ilyesmi. Vagy... Nem, még azt sem mondta, hogy de itt a szomszéd, én. Tehát mondhatta volna azt, hogy a tulajdonosom nem engedi, hogy használják a pumpámat, de két sarokra innen van egy másik bringabolt, ott lehet. De ezt sem mondta. Igen, figyelj, féltem az állásomat, a tulajdonos azt szokta mondani, hogy miért nem fizetnek, de mondjuk te fizetnél is, jó, ok, figyelj, akkor nincs érve. Igen, nem, én sem tudom, mert hagyom. Azt megértem, hogy pénzt kér értem, mert ha nekem lenne egy bringásboltom, és két percenként valaki van, két első fúj már föl, egy idő után azt mondom, hogy oké, gyerekek. Vagy vegyetek egy pumpát, vagy akkor mit a 300 forint, de belefér. Tehát ez sokszor azért kérnek plusz pénzt, hogy nem mindenki ott csináltasson bizonyos dolgokat. De ingyen se pumpát se ad, ő se fújja, ezt nem annyira értem. Ezt nem tudom hol tenni. Ennyi. Így, ő így. És akkor elváltatok, hogy rába laktál? Hát mondtam, hogy akkor nem tudok ezt, tehát meggyőzhetetlen. Vagy én azért most nem veszek meg egy pumpát, hogy fölfújjon, mert itt van egyébként két sarokra volt egy másik. Nem, én nem álltál neki szájjal felfújni. Két a csávót? Vagy? Felfújhatom, vagy nem. Vagy adott is, hogy felfújra a szájjal. És ha felfújlak, akkor adsz pumpát. Istenem. Ez kemény. Úgyhogy nem mondtam, hogy jó, köszönöm szépen, szerintem nem vagy beljebb üzletileg se, meg emberileg se ebben a dologban, de hát nyilván nem fog itt vitatkozni. De nincsen vázra szerelhető pumpád? Van, de van. Ott levettem, mert nem tudom miért. Na hát ez a hiba. Mi? Hát ez volt a hiba, ezért. Nem tudom miért. Kocabringás vagy, érted? Kocabringás. A rutinos az nem veszi le. A rutinos inkább lekönnyíti a csomagtartót, meg leveszi a prizmát, meg nem tudom, de a pumpa az legyen van nála. A biciklin. Levetted, rácsesztél. Nem egy. Az élet kemény, te vagy csicska. Így is. Ennyi, van, hát igen. Tudod, hogy ez minden élethelyzetre megállja a helyét, ez a mondás. föl kell fújni a kosszáját. Legyen nál. Írja a hallgatós, a simán utálja a Ferit, az is benne van. Valami ilyen lehet egyébként. Lehet, hogy... Féltes, hogy itt egy pumpot nem van tudom fölfújni, belsőt javítok, fújt fel magadat, azt megcsak. Tök korrekt, csak akkor mondja meg. Igen. Neked nem adok. Lehet, hogy műzikos volt, tudod, a Juventusos, vagy nem tudom. Én viszont a Petőfit hallgatom, ha rajta múlik rohadék, sehova nem mész innen. Hajrá, Petőfi Rádió, tudod, és így, lehet, hogy ilyen személyes, vagy RTL-es, tudod, vagy mit tudom én, nem tudom. A Petőfisek azok pont ilyen izék, ilyen kicsit tarisznyás, nem? Na, most szépen beszéltünk a Petőfisek. Az a bringás, az egy ilyen bringás társadalmas. Nincsen majd, hogy tarisznyás. Mostatlan értelmiségi, igen, sztereotípiákra alapuló, kicsit tarisznyás, sarucipőben járó. Alföldi cipőben járó, trapézgatás. Ez már Kispát hallgató. De picit a Petőfis, azt hiszem, kispálos. Én nem tudom, a Petőfi hallgatottsága, nem tudom, hogy milyen, nem túl sok jót olvasok róla, hogy szabad szemmel annyira nem látható, úgyhogy nem tudom valójában, kik hallgatják a Petőfi rádiót igazából. Tényleg nem tudom. Én is a rádiót, hát azon nincs baj. Több ismeretlen zene van, mint itt. Tehát, hogy hallgatok néha. Igazából nekem ott inkább a műsorokkal van bajom, nem az Erikkel. Tehát, hogy... Na mindegy, hát igen. Akkor be lehetne mondani, hogy ki volt, hol volt, nem? Nem lehet. Az a baj. Nem. Hát ez nem reklám. De a várjál, mondom neked, amikor például valaki, emlékezzetek vissza, termékkel megbuknak,
akkor például még maga mondjuk a Nébih se közölheti azt, hogy melyik bolt volt, ahol találták, mi a termék neve, amikor azt mondják, hogy, hogy van mit tenni, 500 féle sajt, és ebből három mérgező, most mondtam valami orbitális hülyeséget, de nem mondhatod ki, hogy az ilyen és ilyen gyártónak az ilyen és ilyen nevű termék. Hát azt ki tudod mondani, hogy Podmanicki végén a dohánybolt mellett ott van egy tehát érted, hát most ja, nem? Ja. Igen, azt ki. Igen. Sokat nem nyerünk fel egyébként. Csak nem. Meg lehet, jobban lesz. Figyelj, itt az egész tudom, egyébként tényleg az a konklúziója, amit a Feri is mondott, hogy ő legközelebb, amikor majd választhat mondjuk két bót közül, akkor ő ide nem fog bemenni, mert hogy emlékszik rá, hogy, hogy mennyire nem volt jó fej a srác. Vagy így benézek, hogy ő van-e. Igen. Ha nem, akkor bemegyek. Nem. Hát ez így megy. Hát most figyelj, nem, üzletpolitikából nem volt annyira jó. Nem volt vagy éles, kicsit ilyen bot csinált. De ismeritek ezt bocsi, a... Most nem akarok, igen, nem, akarok, most nem akarok bántani őket egyáltalán, mert nyilván csak a munkájukat végzik, meg ki van nekik adva, de hát biztonsági őrrel is jártál már így. Hogy tudod, hogy mit tudom én, egy 20 centit kéne jobbra lépnie, vagy balra lépnie, és igazából nem fájna neki, hogyha átengedne ott, ahol egyébként, mert a főnök azt mondta, hogy ott nem lehet átmenni. Akkor annyira az egész, figyelj, tesó, átengedsz, és átmehetek itt. Nem, mert itt nem lehet átmenni, mert azt mondta a nem. Ege. És akkor, de hogy ez most fájna neked nagyon, vagy ebből baj, nem lehet átmenni, mert nem. Ah, mert akkor itt átmész, akkor átmennek jó, többen is. Jó, akkor átmennek többen is. Szóval, hogy basszus, egy pici kis jó indulat kellene, egy pici kis rugalmasság kellene, olyan egyszerű lenne mindenkinek, vagy egyszerűbb lenne az élete, nem? Ja. Segíthetnénk. Ja. Ja. Ez volt egyébként, most tényleg nem akarom, direkt nem is név nélkül mondom, most az izén volt a Vizer félmaratonon volt, hogy van ez a VIP részleg bent a rajtvonal mellett, be van rakott, lehet öltözni, lerakni a cuccokat, nekünk ugye izéknek, nagy embereknek, te bocsánat, vittes elnézést. Vittes vagy egy ilyen maratonfutáson? Igen, jó, mert le tudom rakni a csomagomat, képzeljétek el. Tényleg? Így történt. Nem is te is változol már. Elnézést kérek, bocsánat. És hát ott a színpad mellett el lehet menni, vagy át lehet menni, és akkor közvetlen be lehet csatlakozni a futók közé. Ez az elmúlt X évben soha nem volt probléma. Most idén ott mentünk oda az Áronnal, ugye, beállunk ott. Mondta a srác, hogy nem, itt nem lehet bemenni. De nem. Na jó, hagyjuk. Úgyhogy kimentünk szépen hátra, körbe, igen, végig a kordonon, és a legvégén a futóknak beálltunk. Igen, amikor látod, hogy nyilvánvaló baromság az, hogy miért nem vettetek elő egy képet rólam? Mikor elő kell menni egy képen. Te hülyék. De várjál, hallod, Balázs az dolgozom. Hallod? Igen. Bizonyíts be. Itt van. Akkor lefutom helyetted. Akkor hogy állatsz, hogy magad elé egy hurkapálcám. Igen? Azt hiszem, hogy János vagyok? Nem. Igazából ő vagyok. Hurkapálcám az arcomat hurkapálcán. Várjál, egy közökség. Tudod ki ez itt mellettem? Persze, hogy tudom. És látod, ki van mellettem? Nem, ki az? Én. Na most engedje be. Na most engedje be. És szépen kinyílnak a... Szépen kinyílnak a kapuk. Hát próbáld ki, hurkapárcára tűzzél föl. Viszek egy ilyen képet magammal. Működik. Lehet, hogy nekem minden levegőt is csapkodik. Tényleg nem tudom, milyen a főnök. Tehát, hogy biztos, lehet, hogy érted, a tíz körméről levezik, vagy kirúgják, vagy nem tudom. Persze, tökre elhiszem. Pici kis jó indulat, de tényleg nem fáj. Hát igen. Nem férne bele. Na, nézzük a tegnapi ismétlésünket, hogy mit is ismétlünk. Ugye már ismételtünk valamit korán reggel, de most más valamit mutatunk. És jönnek a köszönő SMS-ek, hogy milyen jó, hogy visszaraktuk a hat előtti ismétlés, mert így újra föl tudtuk ébredni. Igen, hát igény volt rá, úgyhogy vettük a lapot, és visszatettük. 3:46 körül indul az előző napi adás egyik ismétlése. Egy rövidebb pedig ma, mégpedig Király Viktor volt a vendégünk tegnap 9 óra után. Azért ez egy nagy dolog, lehet kedvelni, nem kedvelni, vagy azt mondja, hogy töri a magyart, vagy akcentussal beszél. Ne felejtsük el, hogy ő 14 éves korábbig angolul beszélt, ő 13-14 éves korában tanult meg magyarul. Tehát nem flancol, ő tényleg, hát erős akcentussal beszéli a magyar. De nagyon nagy dolog, amit elért, ugye kint az amerikai Voice-ban minden egy zsűri tag megfordult neki, és hát úgy néz ki, hogy tovább jutott, és nem sokára kiderül, hogy akár az élő showba, a nagy döntőbe is benne lehet, és minden egy zsűri áradozott róla, Gwen Stefani, Adam Levine, hát szóval nagy nevek, Pharrell Williams, meg akik a sztárok, és meghívtuk Viktort, hogy kicsit meséljen nekünk a Voice-ról, a körülményekről, ki nevezte be, hogy érezte magát, és mi várható. Hát ugye az utóbbiről talán kevesebbet beszélhet, mert hogy titoktartás kell nekik aláírni, de ha tippelnünk kellene, mi azt mondjuk, hogy bent van az élősóban. A beszélgetés után erre a megállapításra jutottunk, hogy
Nagyon boldogra, kicsi egyensúlyozottnak tűnt itt a beszélgetés alatt, élő showban van. Ami azért Amerikában, egy 300 milliós országban benne lenne, még a legjobb 10-12-ben, úgyhogy a Voice már a 7.-8. évadát éli, azért az itt nagyon nagy dolog. Mindenhol megbukott, csak Amerikában nem, igen. Meg úgy, hogy ugye tudjuk, hogy egy csomó embernek a karrierje úgy is elindult, hogy, hogy nem nyerte meg. nem nyerte meg, csak benne volt. Egy-két kört, azt látta már 20 millió ember. Bizonyám. Nagyon nagy dolog. Igen. Apukáját is behozta. Hát a király apuka mindenhol ott van, persze. Ő megy mindenhol, és ott van. Na, úgyhogy megmutatjuk, miről beszélgettünk Viktorral. Ha valaki játszana velünk, jelentkezzen közben játékra. Mi pedig jövünk majd a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Nyakon vágtuk ezt a dal, gyerekek. Itt vagyunk 8 perc, pontosan 7 óra. És csípőse reggel mindenki öltözön fel jól, mert hogy hideg van. Egyre hidegebb. 6 fokkal indultam el korán reggel. Aztán napközben még jó idő lesz, de hát ez ugye, ez a nehézebb. Már nem sokszor a kínálvós. Tehát ez ha iszol ma este, ez már nem. Akkor ne a parkban hajtsd álomra a fejed. Ez már nem. Igen, igen. Abszolút. Mindig szívszorít, amikor az ember hallja, hogy jönnek a menekültek gyerekek cipő nélkül, még mindig a földön alszanak, ja. Nincs megoldva, nincs kabátjuk, nincsen semmiük. Tehát, hogy így elképesztő 6 fok reggel. Hát mi éjszaka már jönnek lassan a talajmenti fagyok, jönnek a mínuszok. Na, azt nézem, hogy van-e valami friss közlekedési hírünk, ami esetleg fontos lehet. M3-as Nyíregyháza felé a 22-esnél egy csoport kendermagos csirke grasszál az úton. Szentendrén pedig az OM-fak után mérnek a rendőrök Pest felé. Ezt Gábor küldte nekünk. Igen, hát csirke kapirgálni akarnak, akkor kapirgálni ők fognak. Ők mennek. Ők nem bolckodnak. Hét dolguk van a világban. Na, megnézzük ki a hét utolsó játékosa. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello, hogy hívja? Gergő vagyok, sziasztok. Gergő, honnan hívtál minket, Gergő? Jelenleg Tüskeváron állok, Tatabányai vagyok. És mit csinálsz arra felé? Úton vagyok, vezetek, furgont vezetek, és megyek kifele, így Szlovéniába. Aha, az annyira szép hely az ott. Tüskevára, hogy ott megy az ember, igen, ott a... 8-as az? Az igen, arra felé jött a Balatonnak a hátsó része, igen, ott Badacsony, Tüskevára, arra felé, igen, az is szép. De nem, szép rész. Igen, kivel szeretné játszani? Janival játszanál, jó. Aha, vérszemet kaptatok, mert tegnap elbuktam. Ugye a nagyon szimpatikus pápai asztalossal szem. Igen. Emlékszem rá. Indítjuk az órát, jó? Meglátjuk aztán, hogy mire mentek egymással. Mehetünk? Igen, igen. Na, akkor 3-2-1, tessék. Gergő, Tüskevárt mondtál? Tüskevárt mondtam. Tüskevárt. Karakorszöldség is ott van a közelben, ugye? Jól emlékszem? Talán. Apáca torna. Milyen irányba mész? Somló Jenő vagy Apáca torna irányába? Szent Gotthárd irányába megyek. Szent Gotthárd. Gyakran teszed meg ezt az utat? Minden héten, pénteken. Pénteken? Pénteken. Péntekenként mész Olaszország irányába? Péntekenként megyek Olaszország irányába. Gyakran vagy külföldön? Ezen a héten minden nap külföldön voltam. A család hogy viseli? Szeretik? Család? Eltűnik. Hogy? Nincs mese. Ez kell eltűnni, nincs mese. Mm-hmm. Gyerekek vannak már? Keresztlányom van, 2. Saját gyerek. Édes gyerek van? Mondd még egyszer? Édes gyerek van? Remélem, lesz majd. Mm-hmm. Jó. Ezek szerint terhes a feleséged? Az lesz majd. Az időm? János, itt vagy? Ott vagyok. Már nagyon szánalmas volt ez az odatobot, ez a János, itt vagy. Á, Gergő, jól van, hát megvan. Kinkes erősebb, megküzdetetek egymással. Nem mondom, hát, hogy egy flott játék volt, de Gergő, nem beszéltél. Nagyon izgultam, el se hiszem. Nem is beszéltél túl sokat. Igen, gyakorlatilag visszamondtad azokat, amiket a Jani kérdezett, te ebben nagyon jó voltál. Minden héten megyek. Igen. Jó, de paszti, nem voltál véleményes, de megadjuk, jó? Megadjuk. Nagyon köszönöm, fiúk, nagyon jók vagytok, köszönöm. Van egy ajándékcsomagod. Nagyon jó, óriási, köszi szépen. Köszi a játékot, ciao. Köszönöm, ciao. Hello. Na, hát nem volt egy
Nem volt egy flott játék. Igen, Gergő, nem beszél túl sokat, így azért nehéz. A hét a miénk. Valakivel játszani. Mi lett az a vége? 3-2 ide. 3-2, csütörtök pénteket vesztettük el, és a hétvégét szerdát hoztuk. Az a miénk, úgyhogy hát akkor nagy baj. Akkor nagy baj. Nagy baj nincs akkor itt az évvégi hajrában egy újabb hetet. Nincs gond. Ha jövőre is ugyanez lesz, vagy a jövőben is minden héten, vagy az első háromat hozzátok ti, a másik kettőt meg elbukom, én akkor is meg vagyunk. 3 perc, a pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Tartalékosok, mehetek a határoz, ezt mondja az egyik kereskedelmi csatorna ebben a pillanatban. Hát, és megbeszéltük már a múlt héten, hogy mi nem megyünk. Én már kiöregettem. Már öreg. Öreg vagy te már. Vízivar. Mi semmire nem vagyunk már jó gyerekek, tartalékosnak se. Na, hűvös van mondjuk azoknak, akik most indulnak, gyermeket tessék jól felöltöztetni, 6-8 fok volt kora reggel, jön a jó idő, aztán napközben egyre melegebb lesz, sőt, mi több hétvégén brutális a jó idő, az utolsó utáni napsugarak magunkba szívására lesz majd lehetőség, de reggel hideg van, 6 fok volt, néha 3 fokot is írnak. 3 fokot mértünk ott lent nálunk, tudjátok? Reggel a buszon láttam egy srácot egy szál pólóba, és ilyen kaprinadrágba, így ránéztem, és így... Mondjuk ő arra készült, hogy délután lesz 20-25. Jogos. Ugye? Akkor reggel az... kicsit fázom, de napközben még nem kell hát az utcot. Vagy testszínű aláöltözet volt rajta. 3 fokot mértetek ott Manófalban? 3-at. Bizony. Gyertek. Mondta is tört papa reggel, hogy tessék, hogy öltözik rétegese, úgyhogy még magamra húztam ja, törpillát. Igen, egyébként tényleg nekem is a kocsinak a teteje deres volt, mert nincs annál szebb, amikor az embernek garázsa van, de hát nem tudja kihasználni, úgyhogy nincs jobb beülni reggel a hideg autóban. Úristen, és akkor vakargatni fogod télen az ablakot? Hát nem marad más, igen, az a baj, hogy mindkét gyerek föl kell a garázsra, úgyhogy ezt mondtam, sajnos nem tudunk beállni a garázsra most. Aha. Annyira rossz alvók, vagy annyira megszokták már, hogy elmegyünk reggel, hogy mindig fölébrednek, és ez a garázs, ez egy elég nehéz szerkezet, és elég hangos, pedig már WD-40-ben nem tudnak olajozás, már minden volt. Hát vagy a szomszédból tudnék kéne elindulni garázsból, vagy oda, a szomszéd garázsából. Hát vagy függöny. Függöny a garázs ajtó helyett. De, vannak dolgok, amikben nem hiszek, az egyik ez a nejlonlap, tudod, sok kocka alakú, vagy mi, a másik meg ezek a függönylapok, vagy függönyszálak, ezekben annyira nem. Nem is, annyira nem is esztétikus. A veleget tartja, csak a behatolás. Igen, viszonylag könnyen át lehet rajta menni, viszont tartja a meleget. Na, ennyi közlekedésünk van, azt a mindenit neki, hát mennyi minden történik az úton. M3-as 63-as kilométer Pest felé, a belső sávban defektes gumiabroncs hever, pont a kanyarban, óvatosan 24 órás futár Pisti. Aztán Budapesten a Pongrác úton, Kőbánya felé kint a rendőrök mérnek, a troli garázs előtt, Ádám üzeni nekünk. Csornán a szokásos, ugye Fejér Szeád Bősárkány felé méri a haladókat. Olivér üzente, M1-es Győr felé tisztán járható, 4 fok van, Klemó. Voltam. Vasadon 2 fok van, kocsi lefagyva. Kaptuk ezt is SMS-ben. Hát igen, hűvös van. Hűvös van, és ez csak egyre rosszabb lesz, tehát, hogy most már arra nincs nagyon lehetőségünk, hogy a reggelek melegedjenek, ez csak napról napra egyre rosszabb lesz. Nem? Hát jön a hideg. Csak hogy jó kedvetek. Csak hogy jó kedvetek legyen. Jó, de jó idő lesz napközben, az a lényeg. Nagyon fincs idő. Reggel 5-kor nem indulsz kirándulni. Szombaton délben meg jó idő van. Menjél akkor. Kész. Ennyi. Ez kell. Van valami jó program hétvégére? Csináltok valamit? Még egyelőre. Balcsi. Csendes csugalom? Úsztok egyet, hogy miért? Csobansz? Lemegyünk égre, útószezon szeretem. Hagylás a gyerek a Balaton. A parton, hát egy itt van egy lángosos, meg Balcsi, tehát lemegyünk egyébként tényleg. Most kevesen leomlak. Nincs tőlekedés. Jó ennyi, lesz. Hát most nyáron mindenki le tud menni Balatonra. Hát októberbe kell menni, érted? Hát nyáron könnyű. Nyáron az amatőrök mennek az olyan közhelyes. Persze, fürdeni, élvezni a napsütést, bemenni a vízbe, pancsolni, hát azt bárki meg tudja csinálni. Októberben. Cidrizni. Az igen. Az üres parton. Kihalt sétálni, ez a strandvirág. Hol? Feltörni a jeget a hattyúk körül. Az igen. Igen, bezárt lángososok előtt áldogálni. Megnézni, hogy mit vehetnék még meg neked, ha nyitva lenne. Ez a bolt. Azt is megkóstolhatnánk, ha nyitva lenne ez a bolt. Nem, tényleg jó hangulata. Jó hangulata. Attili Balatonnak.
Nincs ott más, csak az elmúlás meg a depresszió, de én is szeretem egyébként. Abszolút szeretem, hogy a jó kedvű vagy, de rossz kedvű akarsz lenni, menj retélen a Balatonra, mert egyszer rájössz, hogy mennyivel szép. De hogy szép egyébként. Olyan csendes, kihalt, igen. Például bringatúrázni most kell temető. Egy jó bringatúrára is el lehet menni. Jó, 20-25 fokba simán tudsz tekerni, nem izzadsz meg. Ennyi. Elfürdeni, nem tudsz fröccsetni, nem tudsz mindenütt. Na, elfáradsz, megfázott, tüdőgyulladás, ágynak és el. Na, igen, és nem jössz dolgozni a hajétet. Na, azt mondja, hogy tegnap kaptam néhány barátomtól, meg ismerőstől, SMS-t, amiben azt írják, és le is fotózták, hogy hát megjelentek. Megjelentek a karácsonyi vásárok, kérem szépen. Jó! Leértékelt Mikulás csomagok, leértékelt szaloncukrok, vagyis elindult az őrület október 1-én, úgyhogy még hétvégén egyébként 25 fok lesz. Már akciós szaloncukor, akciós nem leértékelt, mert ugye nem a, vagy nem megnézték a dátumokat. Nem tudom, hogy már most miért akciós a szaloncukor, ez kicsit fura azért, egyébként. Hát azért, mert az még tavaly így van. Sanszos, hogy ez figyelj, zselés, mandulás, magyarós, répás, eláll a 100 évig is, tehát a répás, mákos zselés. Zseniális, hát sokáig elám. Zselés arról le fog így perhegni, vagy nem tudom, le fog róla válni majd az éjcsoki réteg, és hogyha jön majd ide egy idegen civilizáció, így bögdösni fog a nagy hosszú ujjaikkal, és tudod, azt hiszik, hogy ők itt egy alacsonyabb rendű életforma. Soha nem fog elbomlani. Igen, szóval egy akció, szaloncukor, ez egy bevásárlóközpont, és tegnap beszéltem jó anyámmal, és ő elmondta, hogy már műszaki áruházakban is ott van, megjelent, kellemes ünnepeket kívánunk. Bizony. Tessék felkészülni a vásárlásra, megszerezni a 26. plazma tévét, LED tévét, Turmix gépet, nyomasztani a családot, hogy ki mit akar, és már most elindulni bevásárolni. Lakberendezési áruházban voltam, és ott pedig már a dekoráció van kitéve, de amit ugye megvehetsz otthonra, tehát már van karácsonyfa dísz, már van bizé angyalkás terítő, meg minden, és nagy mennyiségben, tehát nem így egy-kettő elvétve, hogy a fanok már tudjanak miből válogatni, a karácsony fetisiszták, hanem teljes osztályok vannak így már, hogy gyerekek, itt vagyunk, mehetünk, tessék, és ünnep. Bármit meg tudsz. Jó, az figyeljétek, szerintem, hogyha egyébként mondjuk decemberben nem lenne ott senki ezekben az üzletekben, és nem vásárolna, akkor lenne egy hiányérzeted. Azt kell mondani, hogy jó lenne, ha mondjuk most beindulna ez a karácsony szezon, nem fog. Mindenki decemberre fogja hagyni ezeket a bevásárlásokat, hogyha a decemberben nem lenne tömegnyomor, hogyha a decemberben nem kellene egymás sarkát taposni az áruházakon, akkor úgyis hiányérzeted lenne. Ezért érzem azt, hogy teljesen feleslegesek ezek az októberi, meg novemberi ilyen akciós karácsonyi. Hát kereskedelmi szempontból szerintem nem hülyeség. Az a baj, hogy működik. Meg ilyenkor? Megveszik sokan, megveszik. Ez nagyon működik. Ez abszolút jól van kitalálva, abszolút tudatos. Nyilván minél előbb kezdik el hergelni a tömeget arra, hogy jön a karácsony, annál előbb vásárolsz. Ez szintisztán vásárlási pszichológia. Ez működik. Tehát, hogy van, aki az utolsó pillanatra hagyja, de van, aki igen, meglátja, már kedved jön vásárolni, ráhangolódsz, a nőkre nagyon hat, a háziasszonyoknál szerintem ez pavlovi reflexeket vált ki. Nem véletlen kezdik el ilyen korán. Hát ha ő decemberben kezdi el mondani, hogy vedd meg, mert jön a karácsony, akkor két hónappal kevesebbnyi mennyiséget értékesít. Ha elkezdi októberben mondani, hogy már karácsony, bemegyek, meglátom, nem is foglalkoztam vele, tényleg már október közepe van, veszek valamit, jó, hát, de szép. Biztos nem lesz már decemberben, megveszem most. Vagy hát gondolj bele a szaloncukorba, amelyet megveszel, és élelmes gyerekeit kiszúrták, hogy hol van, és november 12-ére egy darab sincs, tehát megveszed még egyszer. Megveszed még egyszer. Van, hogy 2017 márciusáig jó, akkor persze megveszed, de ilyenkor de nem lehet mindent megvenni, például a pontyot nem tudod megvenni, illetve vehetsz kis pontyot, igen, mert az decemberre már nagy pont lesz. Nyilván persze nem arra veszünk, hogy kezd el megsütni a beiglit. Tehát nem arról van szó, hogy bekeverni a tölteléket. Igen, mit csinálsz, anya? A karácsonyi vacsorát, halfilé lesz, halászlé, és töltött káposzta. Anya, október van. Kapcsolatban sütött az melegítetben, sokkal gyorsabban süt. Igen, tehát hogy itt persze nyilván nem arról van szó, hogy készített, de abszolút működik, ezt csinálják Amerikában, ezt csinálják Nyugat-Európában. Hát a kereskedelem az a nagy részét, vagy szerintem értékesítésének, vagy eladásának nagy részét egyébként az utolsó negyed évben értékesíti, ilyenkor megy a legtöbb telefon, a legtöbb kiskamera, Turmix gép. Erről szól, az utolsó negyed évet kell meghúzni. Ha decemberben kezded, lemaradsz. Ha elkezded októberben, akkor
Megjön majd a bútoráruházakba is. Nem az ezt nem mondjuk. Mert mint a december... kereskedő, ja, úgy értem. Nem, mint, nem, ja, mint, mint a vásárló. Nem, hát vásárló ki nyilván nem, ja, ja. Hanem mint kereskedő, hogy hát ez baromi jól van kitalálva. Igen, és ha az egyik jön, akkor a másiknak is. Ezt elég volt egy embernek kitalálnia, egy áruházvezetőnek, hogy gyerekek, nyomjuk el októbertől, mert az összes többi azt mondja, nézd, ma ott van, hát akkor nálam is lesz. És akkor így kezdett dőlni egymásra a dolog, csoda, hogy nem júniusban kezdjük. Ha most valaki egyébként behúzná jövőre, hogy, hogy mondjuk az egyik ilyen áruház júniustól már árulná, simán. Akkor a következő évre mindenki elkezdeni. Emlékeztek árulni. Októberben, amikor kimentünk ugye Afrikába, ott is volt Istenem. Már. És ott aztán tényleg nagyon vicces, meg nagyon idézőjeles volt a dolog, mert kint 40 fok volt. Bizony. Igen, és egy éve ilyenkor már kint voltunk. Na, egy gyors mondat a hétfői metrózásunkról. Több kérdés is jött. Hello, fiúk! Hétfőn melyik végéről indultok a metrónak? Ez Guszti kérdezi tőlünk. Hétfőn, hát mindenki máshol száll föl, de mire az adás indul, addigra együtt leszünk. A kelenföldi oldalról tervezünk indulni. Az a lényeg, hogy 6 óra 8-10 körül találjátok meg minket valahol. Ugye ez egy menetrend szerinti járat lesz, tehát mi felszállunk majd az egyik végállomáson, és aztán ahol akartok, be tudtok csatlakozni, 100-150-ször fogjuk megtenni ezt a távot, mert hogy 10 perc, ugye azért az 4 óra alatt elég sűrű lesz, sok megállóban, sok helyen felbukkanunk majd, úgyhogy bárhol be tudtok szállni, mi valamelyik megállóban leszünk szerintem 6 óra 8-kor, inkább a budai oldalon. És aztán hát elindulunk, nem tudom fejből a megállókat. Ugye a keleti a másik oldala, aha, ott igen. Van a végállomás. A végállomás folyamatosan megyünk. Folyamatosan megyünk. Hát nem tudom, hogy hány szerelvény közlekedhet egy ilyen vonalon, szerintem egy, nem? Vagy hány percenként jön ott? 5 percenként? Szerintem egynél több. Igen? Aha. Hát szerintem 10 perc alatt a végére ér, érted? Hát igen, de akkor szerintem... Akkor 3 percenként jön egymás után, 2 percenként. Na, mindegy, nem a lényeg tudom, az, hogy 10 perc alatt belénk botlasz. Tényleg, hogy egész biztos. Megállsz egy megállóban, egyszer csak felbukkanunk. Egyszer csak felbukkanunk, ott leszünk, és hát látni fogtok bennünket, mert hogy ugye nem külön kocsikból áll a 4-es metra, hanem egy hosszú szerelvény. Valamelyik végében mi ott üldögélünk. Nyilván közben, ugye, hát tudtok bennünket lent a megállóban is hallgatni, 3G-n, 4G-n keresztül, sőt, hát ugye itt már a teljes lefedettség számít, és a 4G, úgyhogy szépen bekapcsolódtok, mi mindig mondjuk majd, hogy hol tartunk éppen, melyik megálló jön, ezt szerintem be is hallatszik majd adásba, és akkor szépen ott megálltok valahol, és megvártok bennünket. Nincs úgy, túl sok megálló, nem biztos, hogy mind a hárman ugyanott fogunk felszállni, lehet, hogy stílszerűen, hogy mondjuk Balázsnak már új autó van, de a régi autóval jön, akkor nyilván a Bikás parknál szállna fel. Feri a Rákóczi tére. Jó kis Rákóczi tér. Jó kis Rákóczi tér. De sokat kalandoztunk még arra általános iskolás. Hátha meglátsz valami olyat. A mai fiatalok már nem tudják. Bármit megláttál, már belegondoltál valamit, hogy akárkit láttál, akkor hogy... Hogy ez már biztos az. Igen, a mai gyerekek ezt már nem is tudják, hogy mit kellett látni régen a Rákóczi téren. A Pongrác úton nem érnek a rendőrök, csak felügyelik a TEK épület tatarozását. Ezt is SMS-ben kaptuk. Pufi Répa küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hétfőn tehát metrózunk. Úgyhogy jöjjön velünk mindenki. Jó lesz. Van ajándék, van egy csomó ajándék. Gyerekek. Rengeteg gyönyörű, szép okos telefont lehet majd nyerni azoknak is, akik hallgatnak bennünket, azok is, akik ott vannak a helyszínen. Úgyhogy sok-sok-sok szép, nagyon okos telefonnal készülünk. De tényleg, nem csak egy Tamagocsihoz képest, ezek tényleg olyan prémium kategóriás, nagyon jó kis készülékek. Utána néztem. Igen. Tamagocsihoz igen. Nem Alcatel, Vantage, Easy és Nokia 2110, tehát hogy valójában tényleg okos telefonokról van szó. Na, ha már okos telefon, megjelent az egyik internetes portálon, hogy mekkora iPhone lázban ég most mindenki, ugye hát tudjuk, hogy itt az ősz, és mindenki okos telefont akar magának vásárolni. És egy párról szól a hír, és azt mutatja meg, hogy mekkora hisztit rendezett a leányzó, amikor kiderült, hogy a pasija nem akarja neki megvenni azt a bizonyos telefont. Azt a bizonyos telefont, és... Hát ugye arról szól a dolog, hogy üti, veri, kivetkőzik magából, kiabál, ledobja a ruháit, és brutális hisztit rendez, mert nem kapta meg. Nem kapta meg párjától a legújabb telefont. És hát jó a kérdés, ugye, hogy hisztis nővel, vagy hisztis pasival, bár szerintem hisztis nőből azért több van, mint hisztis paliból, mit csinálsz, kinek volt már ilyen barátnője, hogy lehet az ilyen toporzékolást, őrjöngést
megfékezni. Egyáltalán mi az, ami ezekből a nőkből kiváltja magát a hisztizést? Mert ugye itt nem gyerekekről van szó. De hogy valaki ordít, toporzékol, messzelerre vetkőzik, az azért az valóban kevés. Hát testben lehet, hogy egyébként szép teljesítmény, tehát nincs ezzel baj. Testben biztos nem gyerekek, de lélekben ezt szeretem. Ez olyan annyira gyermeki vonás, hogy ők biztos, hogy ebből a szempontból egy picit megrekedtek egy szinten. Lehet, hogy egyébként másban nem, csak egy valami irányában van függőség. Ő neki például a telefon felé. Tehát trendi menő akarsz lenni azért, hogy neked az új telefonod váltó. Például az új, ugye az almásból a 6S, vagy mi van most, én nem tudom. Németországban kezdték el árulni, és van egy magyar csávó vette meg az elsőt, aki egy hétig ült a bolt előtt. Öt napot volt. Hétig a hülye ott ül, már ne haragudj, de tényleg egy hétig ott ült. Na most ennél a nőnél valószínűleg... Én bírom, én ezt bírom, ha valaki ennyire elszáll, nekem ez nincs baj, beteg, nem jó, te is oda ült, de a Lacit ültetted oda, te emlékszem, amikor kijött a legtöbb a magyar. A Laci beteg, ő beállt a sorba, ő állt már 24 órát, tényleg, ő teljesen nem normális. Egyébként szegény fiú, látszik a videón, hogy ő próbál elmenekülni, de a lány miután levetkőzött Messzelerre, nem hagyja, utána megy, rángatja, és egyszerűen nem akarja elengedni. Hát tehát rém kellemetlen a felelős. Lássák, hogy ki a felelős, ki az oka, hogy ki volt. Igen, miatta történt mindez. Igen. Szóval mit csinálsz egy ilyen csajjal egyébként? Ha mondjuk nem tudod a barátnődről, hogy ilyen, vagy ez csak ez kiderül, hogy ő eddig nem csinálta ezt, és elkezd hisztizni. A Pali itt egyértelműen menekül. Tehát itt minden meg elkövet, hogy el tudjon menni. De nem tud elmenekülni. A lány okos, mert mesztelenül megy a Pali után. Ő mesztelenül rohan a Pali után, és úgy próbálja visszarángatni. Mindezt egy telefonért. Azért ez is kemény. Nem? Figyelj, nagyon nagy rángatja. Én most néztem meg ezt a videót, én ezt még nem láttam. Rángatja be a borba, de mesztelő van a csaj, és az emberek így nem értik, hogy mi történik. Nem értik, mellettük elmennek. Nagyon nagy. Ja, kitettétek? Nem. Igen. Most, hogy mit csinálnék? Én azt hiszem, hogy ott hagynám. Tehát, hogy ez neked is megalázó, hogy egy ilyen, már ne haragudjatok, de egy hülyével élsz együtt. Hát egy telefonért ezt csinálni. Van neked bármi az életedben, amiért egy kicsit is így belemennél ebbe, hogy cirkuszolok? Nincs. Nem tudom, nekem nem volt ilyen hisztis barátnőm, vagy aki ilyet csinál, hogy leül és toporzékol és őrjöng, ez ilyen típusú csaj nem volt. Nem tudom, hogy az ember valójában mit csinál. Lehet, hogy könnyebb, ha engedsz. Nem? De nem akarod. Előbb szabadulsz. De nem veheted meg neki. Hát pont arról megy a dolog, hogy nem akarod megvenni, a csaj elkezdi a cirkuszt, és akkor visszakozol. Jó van, drágám, öltöz fel, légy, és akkor inkább megvesszük. De milyen jól működik a marketing? Nem, hogy azért ennyire meg tudnak emberek körülni, hogy tényleg 4 napot üljenek ott, 5 napot üljenek egy telefonért, hogy tényleg trendi legyen az, hogyha neked nincs meg az első napon ez a telefonod, akkor ciki vagy kellemetlen. Tehát elképesztő. Nem ciki, elképesztő. Ez neki, hát ez egy státuszszimbólum, persze. Azt mondod, hogy olyan nem volt, hogy mondjuk a barátnőd levetkőzött volna és ment volna utána. Olyan volt, hogy te levetkőztél és utána mentél? Volt olyan, igen, mikor a legújabb brutális Remington hajvasaló kijött. És miért csinálod ezt? Miért nem veszed meg? Megígérted? Állj meg! Ne szaladj el! Ne fuss el! Hova bújsz, gyáva? Vigyetek, mint jelenség, azért ez létezik. Tehát a hisztis csaj az egy kategória. Ugye? Tehát azt tudjuk, hogy az egy kategória. Az, aki megörül egy telefonért, az nyilván beteg. Nyilván teljesen beteg. Tehát az nonsens, hogy valaki ennyire kattant legyen. De a hisztis nő, aki neki szalad a paliának, aki örjöng, aki rukkapálózik, aki veri a műszerfalat, aki jelenetet rendez, hát azért ez egy létező kategória. Tehát ilyen van. Egyértelmű. Nem? Csak nincs ami, ahol zuhanyával be tudnád rángatni és megengedni a hibát. Mi az egy jó megoldás? Az jó megoldás, hogy ez oda hideg víz alá, mint a gyereket? Azt mondják, hogy ez működik. A sok hatás az mindig mindenben működik szerintem. Csak úgy megverni nyilván nem vered meg. Vagy legalábbis nem a nyílt utcán. Valóban. Mert mit csinálsz vele? Ott hagyod. Az nyilván nem, de hogy nőkből ezt mi tudja kiváltani ebben, ez az érdekes. Azért, igen. Hogy mi az, ami ezt ki tudja tényleg váltani belőle, hogy mit kell csinálni ilyenkor. Ők egy picit gyerekek tényleg még. Tehát, hogy ők megmaradtak azon a szinten. Nem lehet, hogy jó, valamit nagyon nem kaptak meg, vagy éppen ellenkezőleg mindent megkaptak korábban, és egyszerűen hozzászoktak ahhoz, hogy első szóra minden működik?
hozzászoktak a kényeztetéshez? Nem lehet, hogy te rontottál el valamit? Vagy a párjuk rontott el valamit? Tehát ez a csaj mindig mindent megkapott, lehet, és most a csávó azt van, mondta, most először, hogy, nagyon most itt hogy most vége van a dolognak. Igen. Itt vége van a dolognak, többet nem. Így, hogy két hete kaptál egy telefont, ezt most nem. Igen. És, azt, és ezt váltotta ki, ezt a reakciót váltotta ki ez belőle. Nem lehet? Hát én nem hiszem, hogy ezt a palid rontja el. Hát te ilyen torz személyiség vagy, vagy ilyen beteg vagy, ezt már a gyerekkorodban elrontották. Tehát ez nem a palid rontja el. Hát a pali azzal rontott el, hogy veled él. Igen, de hogy közben lehet, hogy tudod, tehát lehet az ilyen, egyébként hogy tök tündéri csaj, meg tök jó vele, csak amikor bekattan, és amikor megőrül, akkor viszont egy hisztis csaj lesz belőle, egy most mondhatnék rondában, és akkor nem tudsz vele mit csinálni. Lenyugszik, és de lehet, hogy megint két hétig teljesen normális. Szerintem egyébként visszataszító. Tehát akit látsz egyszer így örjöngeni, toporzékolni, veszel erre vetközni. Nem ugyanaz szerintem a másik nap az ezután. Nem, nem ugyanolyan, ugye? Tehát másnap azért ez valahogy nem teljesen. Nem volt soha ilyen jellegű, vagy nem ez persze, hogy nem kaptátok meg a legújabb telefont, és messzen elvetköztetek, hanem amikor tényleg volt egy ilyen dühkitörésetek, amire aztán később ti is úgy gondoltatok vissza, hogy na most ezt azért tényleg nagyon túlreagáltam. És hogy bocsánat, elnézést, kicsit kérdeztem. Volt 76-ban az újkígyósi búcsúban, amikor 6 éves voltam, akkor volt, na de hát ők felnőtt emberek. Ordítottál toporzékot? Igen, és igen. Éva, egy és felborítottad a lánchintát. Fel a lánchintát. Neki szaladtál a kombájnak. A török mézért ordítottunk, és a műanyag katonáért. Na de hát 6 éves voltál, az érthető. De azért felnőtt férfiként, ha most itt elkezdenénk, mire vágysz most nagyon, hogy működő autó, tessék, érted? És elkezdené így cirkuszolni, hogy már pedig adjon valaki valamit. Egyébként még lerobbanok, az egy vicces lenne, hogy levetkőznék messze erre, és ütném a fejemet a motorháztetőbe, hogy igen, hogy miért robbantál le megint a rohadék, miért robbantál le, igen. Jó, hát megnézzük hallgatóinknál ez, hogy van. Biztos vannak azért olyan férfi hallgatóik, akiknek a csajuk ilyen. Ha nem kap meg valamit, ha egyszer úgy érzed, hogy berágott vagy megőrült valamiért, vagy valakiért, és elkezdett hisztizni, vagy ha a szóba jön, akkor egész egyszerűen a csaj tényleg megbolondul. Írjátok meg nekünk, jó? Hogy mi az, amire be tud kattanni a párotok, hogy fékezitek meg, mit csinál ilyenkor, és mi a jó megoldás. Tessék bevállalni azt, hogyha valakinek igen hisztis a barátnője, mert tudjuk, hogy ilyenkor senkinek, ugye? Hát persze, hát az tündérrel élünk együtt. Meg nem balhézik semmiért, meg nem kell ki önmagából, nem csak a konkrét hisztire gondoljatok, hanem amikor tényleg valamit te bejelentesz neki, vagy azt, hogy mit tudom, el akarsz menni pénteken, vagy azt, hogy késő jössz haza, vagy hogy átjönnek a barátaid, vagy hogy átmész valahova, és a csajod egyszer egyik pillanatra másikra bekattan, és örjöngeni kezd. Hát azért ez a típus, ez létezik. Van ilyen. Jó? Hogy mire borul ki az asszony? Csajok is írhatnak, ha a pasik kiborulnak, lehet, hogy olyan férfi is van, aki azért tényleg ordít, és jelentet rendez, és kiborul. Valahogy ezt a nőknek én jobban elhiszem, vagy a nők től láttok ilyet többször, de aztán lehet, hogy vannak férfiak is. De hogy a csaj jelent. Elmegyek vásárolni, és a pali örjöngeni kezd, tombolni kezd, és hogy azt mondja, már megint. Nem. Ha olyan csaj jelentkezik, aki viszont tudja magáról, hogy ezt csinálja, én őt is meghallgatnám. Jó, hogy, és őt mindenképpen adja majd Anna adásban, hogy elkezdjen toporzékolni, hisztizni és örjöngeni. igen, ez fontos, jó? Úgyhogy hogy írjátok meg nekünk, hogy mi az, amitől, hát, hogy is mondjam, kiborul a pasitok, vagy a csajotok. 7:30 pontosan egy perccel, közben már most mondom, hogy lehet jelentkezni Óven bácsira is. Ha játszanátok velünk, mert hogy ezzel jön majd a hírek után, írjátok SMS, mi pedig jövünk vissza mindjárt. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Valaki ezért pénzt kap. Nem, keveset. Valaki ezért pénzt kap. 3:48. Múlt lesz valamikor, vagy most van éppen. 4 perc van, 3-4-8. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, Baks csomóponában egy kis dugó, úgyhogy kerüljetek. Ráadásul nagyon hideg van, Szala azt írja, hogy igen, nem így írta, át kell konvertálni, de nagyon hideg van. 8 fok összesen hideg. Baleset van Csepelen, az Erdősor utca és a második Rákóczi Ferenc út kereszteződésénél Csepel irányában. Volánbusz személyautóval ütközött, Marcsi küldte el nekünk. Köszönjük szépen. Valamint a Veres Péter út, Cinkotai út felé jól járható, napos idő, 5 fok van, szél nincsen. Most Erik száma vagy megváltozott, vagy valaki Erik nevében írogat. Csumi Erik. De nem ez volt a száma, azt hiszem 23-ra végződött, most 08-ra végződik, de elhisszük, hogy te vagy az, Erik, reméljük, hogy valaki nem sajátított ki magának. Mi pedig egy videóról beszélgettünk, és a hisztiről, a videó nekünk egy témaindító volt, ugye elvileg az látszik a videón, hogy egy lány nem kapja meg az új okos telefont, a bolt előtt a barátjától hisztizni kezd, messzelere vetkőzik, és örjünk. Hogy ez most valódi, vagy gerilla videó, vagy valamilyen reklámcélt szolgál, igazából mindegy is.
Arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor a barátod, barátnőd egyszer csak kikelve önmagából, szinte már-már egy másik személyiséget megmutatva, lényéből hisztizni kezd, örjöng, neked szalad, toporzékol, leveti magát a földre, és ezt látod, hogy nem lehet vele. Nem lehet vele mit csinálni. Nem lehet vele mit csinálni, mert abban az állapotban tényleg az a legjobb, ha mondjuk ott hagyod, hogy mit lehet csinálni, mit tudsz egy ilyen nővel csinálni, amíg nem ismered ezt föl, utána már tudsz szakítani, de hát amíg nem tudod, hogy hát, ilyen, addig legalább egy ilyen hisztin át kell esni. Azért mi a jó megoldás is ebben az esetben egy ilyen nővel? Hát igen, igen, az is kemény lehet, igen. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink, mert hogy nagyon sok pasi van hasonló, jár hasonló cipőben, de nagyon sok nő is van, akinek a pasia tud hisztizni. Barátom azért akadt ki, mert vettem neki egy szárózsát, és mivel ezt nem gyakran csinálom, azt hitte, hogy megcsaltam, kizárt a lakásból, kidobálta a cuccaiból az ablakon, és azóta sem találkoztunk. Dávid küldte nekünk. Volt barátom, nem tudott kaját választani a velencei tónál, brutál hisztit vágott le, hogy itt fog éjjel halni, csapkodta az asztalt, őrjöngött meg minden. Beültem az autóba, és eljöttem vissza Pestre, ott is hagytam. Balu küldte nekünk. Szilveszterkor egyszer csak felpattant, a második pohár italomat kiverte a kezemből, kiráncigált a teremből, és majdnem megvert, azóta se tudja senki, mi volt az oka. Tuti, hogy szociopata. Már nem vagyunk együtt, jött ez is SMS-ben. Nálunk olyan problémák voltak, hogy kölcsönvettem az asszony bringáját, amit persze én vettem neki, eltekertem vele 200 métert a boltig, és sebességet váltottam rajta. Majd mikor ez kiderült, majdnem a házasságomba került, azt mondta, hogy ez a legőrzőbb dolog volt, amit tehettem bele. Na tessék, egy igazi bringafal. Használtad. És még váltottál. És váltottál. Ki az a bicikli? A tiéd vagy az enyém? Az enyém, ugye? Akkor miért használod? És ráadásul még váltottél is vele. Igen. Van egy hallgatónk, halló, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok! Hello! Na hát ezek szerint akkor volt neked is hisztis barátnőd. Hát volt. Na, mit csinált? Jelen pillanatban meg is van. Tehát igazából ez az érdekessége. Le a kalappal. Cipőt mentünk el vásárolni, mert neki nagyon kellett. Hát igaz, hogy a réginek se volt semmi problémája. Na mindegy, hát kinézett egy 50 ezer forintos cipellőt. Mondtam neki, hát szó se lehet róla, mert lakásfelújítás, és a többi, mondom, most nincs rá éppen keret. Fogta magát, és mint egy hisztis gyerek, leült a üzlet kellős közepére, és azt mondta, hogy ő addig nem kell föl onnan, amíg meg nem feszel neki a cipőt. Zseni, nagyon nagy. Mit csináltál? Hát mit csináltam? Hát én éhes voltam, úgyhogy konkrétan fogtam magam, beültem az autóba, és hazamentem, ő neki meg buszra kellett hazajönni. Hát tehát ez ott egy kecskeméti üzlet. Onnan egy 30 kilométer a hazérkezés, úgyhogy buszozhatott egy órát. És azóta működik? Tehát ha egyszer az ember jól elkapja, akkor ezt lehet kezelni, vagy azóta is hisztizik? Hát azóta, hála Istennek, megunt ezt a hisztizgetést, mert mondtam neki, hogy nem nagyon kellene, mert nem ére vele semmit. És akkor nem is csinálta azóta? Hát azóta nem csinálta. Hogy mikor egyedül elmegy, akkor csinálja, de hát akkor nem hiszem, hogy nagyon van hatása. Igen, maga, hát, maga ellen. Igen, a témán kérdése erre is vonatkozott, vagy a kérdés, hogy mi a jó megoldás? Mert nem biztos, hogy az ember szakítani akar, hogy néha a csaja őrült, vagy bekattan, és mondjuk egy hónapban egyszer ezt eljátsza, hogy tényleg előbújik a sértett kisgyerek belőle és hisztizik, bár a fele se tudja, hogy hosszú távon azért ez bírható-e. Köszi, hogy elmondtad nekünk. Kitartás? Asszony Pajtihoz. Kitartás. Köszi. Hello. Van egy női hallgatóink is, az is érdekes azért, amikor férfiak csinálják. Henny, jó reggelt, hello. Sziasztok, fiúk. Hello, Henny. Hát én biztos nem hisztiznék egy cipőért. Én sajnálnék ennyi pénzt kiadni érte. Hát igen, 50 ezer azért az nem... Ja, az az igazság, hogy ti pasik sokkal hisztisebbek vagytok. Na, tényleg? Mit csinálta a férjed? Mint a 2 évesek, 3 évesek. 2 évvel egyszerre ugrált, mert éppen nem volt úgy megcsinálva a takarítás, mert nem volt rá időm. De várjál, hazajött, belekötött abba, hogy nincs éppen kitakarítva, és elkezdett toporzékolni, mint egy gyerek? Nem, amikor nem volt időm arra, hogy takarítsak, mert reggel estig gályáztam, meg a gyerek, meg minden, és egyszerűen hazajött, rossz napja volt, ha valahol le kell vezetni, és akkor elkezdett hisztizni, és komolyan mondom, szó szerint, 2 lábbal ugrált, mint a babák. Nagyon jó. Most neki, te, elgurult a gyógyszer, hogy mi van? Azért az kemény lett, mikor tényleg látod a férjedet, aki 40-45 éves pali, 2 lábbal ugrál, igen, mintha lenne valami a lába alatt, amit össze akar törni, és toporzékol dühében. Kis kacsóival csapkodott oldalt, 2 oldalt, gondolom az is volt. Úgy akarom, hogy szorítom, tudom, mint a kisgyerekeknél. És akkor úgy, tök jó volt. Nem vetette le magát a földre, nem pörgött a hátán? Nem, azt nem azért. Hasra se vetődött, és így kezdte előkölemítni a földre.
És ez mit csinálsz, amikor ez többször előjön? Vagy ez egyszer előjött, megbeszéltétek, hát és azóta nem volt? Ez a 18 év alatt talán kétszer vagy háromszor, de az nekem bőven elég is volt. Mondtam, hogy ezt én nem akarom, elég a gyerek, nem kell nekem még egy. Még kemény lehet, hogy nincs rendesen kitakarítva, és őrjöngve toporzékol, tehát azért... Minden tiszta por! Nem bírom ezt, nem azt elviseletetlen. És látod, ahogy ugrál. Tehát ez kemény. Igen, csak amikor reggel estig dolgozol, akkor ilyen, én már nem volt, tehát én fáradt vagyok, hogy... Azért már, akkor már nem. Hát igen, meg egy palitól azért ez kevésbé elfogadható talán, tehát egy férfi legyen férfi, nem egy nő csinálja, az se jó, sőt kiábrándító, tehát azért egy pali, hát az tényleg elég kemény. Heri, köszi, hogy elmondtad, kitartást neked, ciao. Hello. Képzelem, ezt a férje végig hallgatta, hazamegy. Hallottam! És mi ez a tűzszélyen? Paprikás grubli, úgy kállom a paprikás grubli, szép ez, igen. Az én párom saját bevallása szerint semmitől nem akad ki, szerintem meg nincs ilyen, amitől ne akadna ki, kivétel, ha előre számítok rá, hogy ki fog akadni. Akkor ezek minden rendben van, nehéz így élni. Barátném azért akad ki, mert igen, ezt olvastuk, vettünk neki egy szárózsát. Haverom pár hónapja szakított egy csajjal, majd egy házi buli megjelent a lány, durván előadta a földhöz vágom magam, sikítok, és közben cirkuszt rendezek műsort. Azért ez nagyon kevés. Egy idő után a haverom kérdésére, és a feleségem engedélyével kidobtam az utcára, csak annyit lehetett látni, hogy repül egy Louis Vuitton táska, majd utána egy miniszoknyás szőke. Ezt Bobi küldte nekünk. Amikor este 8-kor éhesen hazaérek és nincs kaja, örjöngök, toporzékolok. Olyankor valamit összedob az asszony. Jól lakom, utána megbánom a dolgot. Beleharaptam a bundás kenyérbe, tehát nem vártam meg a reggelivel. Ezért nekem esett, összetört pár dolgot, és elköltözött. Hát kb. 3 havonta költözött el tőlem ilyenekért. Ja, nem tudjuk, hogy nő vagy férfi. Beleharaptál a bundás kenyérbe? Azért az kemény. Valahol érthető, megcsinálta. Elkentem vagyunk a lakára. Elharaptál a bundás kenyérbe? Jó, persze, várd be, leüljünk egy. Igen, ő csinálta, azért föl összetörni kelt, a poharat, persze, érthető, nyilván összetörni a poharat és elköltözni, azért az szerintem több, mint érthető. Kihívott a poharaból, kievett a tányéromból. Igen, volt egy csajom, aki a Vörösmarty téren földhöz vágta magát, és toporzékolva ordítozott, mert elfelejtettem elhozni neki a Linkin Park CD-t. ott hagytam örökre. Indiendet akarok. Ó, Istenem, nekem volt egy pasim, szakítottam vele, majd elindultam hazafelé, utánam futott, megállított, a cigit a tenyerébe nyomta el többször, és kiabál, sírt, hogy miért hagyom el. Rettenetesen ciki volt, Rozi küldte nekünk. Mosogatás után ő verte le a mosogató széléről a bögrét, félnapos hiszti, külön alvás. A bögre kézifestésű volt, egy 6-os készlet tagja, Ausztriából adventi vásárol. A durva az, hogy pasi volt. Az adventi bögre készlet. Az adventi bögrének leesett a csücske. Meg kell ragasztani, nem bírom. Azért, hogy nagyon kemény. Szóval ez egy pasitól kiborul. Életem legszebb adventje volt. És tökre tetted az emlékét. Szerintem egyébként a nőknek ez ilyen típusú pasi kicsit bejön. De, aki nem, ennyire érzékeny, és fölveszi karácsonykor december 24-én fölveszi a rénszarvasos pulcsiját. Aha. Tudod, a piros kötött pulcsi rénszarvas, de elsírja magát az első csillagsorozáson, és ha eltöröd az adventi bögrét, azonnal sírva fakad. Érzékeny, hát ez érzékeny, nincs ezzel vagy. A jó arfaleveles pulcsi foltos lett. Nő vagyok, nagyon ellene vagyok az erőszaknak, de ilyenkor egy nagy pofó jól jöhet. Betty küldte nekünk. Hát igen, ha ezt nő bírja, akkor azt megértjük, hogy nőnek szívesen kiosztani egy pofont. Hát nyilván paliként azért ezt nem lehet megoldásként tekinteni. De igen, érdekes élethelyzet ez, hogy mit csinálunk egy hisztiző, örjöngő nővel vagy férfivel. Na jól van, köszönjük az SMS-eket. Éreztem én, hogy azért ez sok helyen érzékeny pont, és az ember nem szívesen ismeri be, talán nem is szívesen beszél róla, de ha meghal egy ilyen hírt, hogy valaki vesztelere vetközött egy telefonbolt előtt, akkor könnyebben elmondja, hogy hát azért otthon is vannak örjöngések. Na játszunk, itt van a játékosunk, Óven bácsival játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Az én barátnőm csak szimplán hülye. Jönnek ilyenek is. Haverom volt csaja azért hiszizett, mert lelökte a macskáját az ágyról. Ilyet én is hallok, hogyha úgy nyúlsz az ő állatához, és véletlen ott történik valami, és macska, kutya, vannak. Vannak kemény pontok. Miért éltek ilyen emberekkel együtt? Hát nagyon szereti az állatát, a macskáját, kutyáját, te úgy játszol vele, úgy érsz hozzá, és hát ezt ő kikéri magának. Halló, jó reggelt! Van. Szép jó reggelt kívánok, Gábor lennék. Hello, Gábor, ciao. Honnan hívtál minket?
Budapest. Budapestről. Még értekeztél kicsit a kollégákkal közben? Nem, kicsi büfés vagyok, aztán pont kávét szerettek volna kérni, aztán gyorsan lepattintottam. Jó, mondtad, hogy bocsátok, adásban vagyok, a baliékkal dumálok. Ne haragudjatok. Forgalom? Az micsoda? Kit érdekel? Ez milyen büfé? Valamilyen munkahelyen? Vagy nyílt helyen? Hát kicsit reklámos lehet lesz a dolog, a STK mellett. Hát az STK. Hát ezt igen, mondhatod, hogy az STK, csak kérdez, mert ez munkahelyen belüli suli. Egy jó kis STK melletti büfé, buncskockával, minden klasszikus. Aj, piskóta tekercsel, és jöttél gyerekként a vérvételről, és az anyád megvette neked a buncskockát, vagy a piskóta tekercsel. Parizeles szendvics veszelt sajttal, és piros arannyal. De a legnagyobb kíványság a rántott húsos zsömle. Sima semmi. Igen, az STK büfékben, mint a kicsit megállt volna az idő. Nem? Igen. Tehát ott. Ez a sajtos rólad, ebből a két végén a reszelt sajt így kilógó. Kicsit középen. Középen semmi, ott a légüres tér. Brutál fejméretű is ler, tudod? Igen. De jó volt. Szerettük ezeket. Na jó van, Gábor, mutatjuk, mit csinál Óben bácsi, Berú néni, figyelj. Hát ez a heti egy állatokhoz való kilátogatás. Bizony. És hajajajajaj, hát ez egy régi sorozat lesz, nem tudom, hogy emlékszel-e rá, mutatjuk. Ez iszonyatosan régi. Nagyon régi. Mondd még egyszer? Fekete Erdő Klinika? Nem. Ez valami egészen más, de hát akkor ez rákérdezés volt. Hallgass meg, megmutatjuk. Meghökkentő mesék, ez volt a címe, és tényleg megnéztél egy részt, és az utolsó egy perc adta meg mindig a megoldást. És a főcímben egy mesztelenőt lehetett látni, legalábbis a sziluettjét, ahogy táncolt. Gábor, pedig ez ilyen 79-80-as, és aztán ez ment egészen sokáig, tehát gyerekkorodból lehet, hogy emlékezhettél volna. Se baj. Mondjad? Lehet, elkapkodtam. Elkapkodtad. Hát igen, egy kicsit hamar mondtad rá, ha vársz még egy kicsit, és mutatunk hosszabb részletet, lehet beugrott volna. Köszi a játékot! Majd máskor. Én is köszönöm nektek, szervusztok, jó hétvégét! Köszi. Hello. Na. Jó volt, tényleg. Volt egy rész, ami a Adolf Hitlerről szólt, és a végén jöttél rá, hogy az egész, amit látsz, az tulajdonképpen róla szól, az is nagyon érdekes, hogy gyerekként erre emlékszel. Igen, és az volt a végén, hogy nehogy Dolfinak becézzék, ugye ez volt a végén, és ott jöttél rá, hogy az egész arról szól, ahogy ő megszületett. Nagyon érdekes volt. Egy osztrák finanszlag gyereke született egy ilyen esős napon. És a végén jössz rá, hogy miről szól. Igen, 5 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után 10 perccel itt vagyunk, egy jó kis Michael Jackson után ráadásul ritkában játsszuk ezt a dalt, és ez a Bad című dal volt, ha valaki nem tudná, de nincs ember szerintem, aki ne ismerné ezt a dalt, és ne szeretné, még akkor is, ha nem vagy Jacko rajongó, erre egy kicsit jobban nyomod a gázjára, a lábad, táncolsz, felhangosítod, és azt mondod, hogy szeretem, nem szeretem, de ez jó, nem? Nem szeretem, hát, olyan tán nincs is. Igen. Közömbös lehetsz, de igen, az nagyon, igen. Szerintem mindenki imádja. Hát ez elképesztő. Elképesztő. 30 éve nem tudtak jobbat írni. Nem? Te döbbenet egyébként. És egy jó kis klipje volt, egy picit egy ilyen megfoghatatlan újszerű Jackson volt benne, mert nagyon gonosz volt, öcsém. Nagyon gonosz. Szánalmas 124.967.050-en nézték meg a videoklipet. Hát nem is tudom, hogy ismertebb videó. Elképesztő. Zseni volt, tényleg. És ahogy énekelt, ahogy táncolt. Nem volt olyan, ami belőle hiányzott volna, nem? Tehát, hogy iszonyat a zenei kvalitások, iszonyatos tánctudás, brutál hang. Tehát azért, ahogy ő a tesztoszteron az való. Igen, az hiányzott, azért, ahogy ő énekel, vesz egy levegőt, és megmondod, hogy ő énekel, nem? Tehát, hogy... Meg van egy rakás jó táncos manapság is, de nem látod azt a fajta egyediséget, meg azt az összehasonlítottan ízt, meg jelleget. És mindenki tőle nyúl. A mai tánc, hogy igen, tehát ha megnézed a Bruno Mars, a Pharrell Williams, a Justin Timberlake, tehát kicsit mindenki abból építkezít, amit 30 éve a Jacko elindított. És aztán még rátesz, meg kicsit átformálja, meg
tényleg a saját íze, szája íze szerint magára asszabja, nem? Vagy a Pharrell Williams, tényleg Bruno Mars, Justin Timberlake, de hogy mégis azt mondta, hogy jó, láttuk, ez Jacko. Oké. Okay. Volt már, láttuk már, ez Jacko. Beletesz bárhol, bármikor, bármilyen táncos, vagy énekes táncos egy kis moonwalkot a koreográfiába, abban a pillanatban elkezdenek sikítozni az emberek, pedig ráadásul a moonwalk az nem is az övé volt. Tehát, hogy ő is egy picit nyúlta. Ez nem az ő találmány. Én most Törökországban láttam életem legjobb Jacko imitátorát. De tényleg, sima. Pedig te nem szereted ezeket. Egy brutális Yusuf baklavás olyan nyomott nekem két gyíros és egy baklava között. Nem, hát vannak mindig ezek a gyerekműsorok este 8:30-kor, tudod, amire egy elmész, csak megnézed egy hétig, tényleg az ember nem csinál másik, de ők volt egy olyan tánccsoport, amerikaiak voltak egyébként, és hát ők engedéllyel csinálták ezt az egészet, tehát nem arról van szó tényleg, hogy délelőtt cincér, délután úszómester, este Michael Jackson imitátor, hanem járják a szállodákat. Olyan brutális volt a pacák, hogy ha fiú volt, hát ugye nehéz ilyenkor a nemet ugye meghatározni, mert bárki, aki Michael Jackson imitátor, kicsit androgyn, nem? Vagy kicsit nő és férfi egyben. Ahogy egyébként Jacko is volt. Így van. De valami döbbenetes. Kicsit Janet, kicsit Latoya. Kicsit minden. kicsit Michael. Kicsit minden volt, de tényleg zseniális. Zseniális volt. Na, nézzük gyorsan az SMS-eket. Mi a helyzet az utakon? Mit írnak a hallgatóink? Az M5-ös Dabasi kihajtójánál Szeged felé történt valami, de nem egészen tudjuk, hogy micsoda, mert nem írtátok oda konkrétan. Váci út, Ferdinánd híd kereszteződésében lámpák nem működnek, rendőrök kiabálják a színeket. Ezt Minyó küldte nekünk. De jó. M6, M0-as, M3-as, tudtok róla valamit, hogy haladható Koszó kérdezi ezt tőlünk. Hát ha nem mondunk nagyon semmit, akkor valószínű jól. 9. kerület Haller utca Nagyvárad térnél totál beállt, aki tud, időben kerüljön. Ezt Gica küldte. Nekünk Tata környe, Majk, Csákvár, Lovasberény útvonalon tiszta, napos időben 4 Celsius fokban autózhatunk, ezért csak óvatosan. Zoli küldte nekünk, ez meglehetősen korrekt. Szabadbatyán előtt polgár felé NKH ellenőrzés van, mindenki vigyázzon. Ez a 7-es úton van, Frost üzente, Budai alsórakparton kivételesen egészen jól lehet haladni, kaptuk ezt is SMS-ben, Pesti alsórakpart kicsit lassúbb, és az M3-as 180-as kilométerénél rendőrök a leállósában figyelnek, 12 órás futár Pisti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na. Így van, jött még egy, ez egészen friss. A Moszkva téren lezárták az egyik sávot, a Szilágyi Erzsébet fasor felé, és meghalt minden. Mocskos idióták. Az mikor lesz kész, gyerekek? Azok, akik lezárták, vagy mi vagyunk azok. Igen, vagy aki aláírta, így jellemzi magát. Ez egy jó kérdés, nem tudom, mikor van kész a Moszkva téren. Van egy átadás ideje. Van, azt meg lehet nézni egyébként a BKK-nak a honlapján. Igen, ott fenn van az ütemterv. És szép lesz? Biztos szép lesz. Hát csak szebb tud lenni. Tehát, hogy enni lehet majd a körről. Én a látványterveket láttam, az gyönyörű lesz. Szép lesz. Gyönyörű lesz az a tér. Ha valaha elkészül. Biztos, szerintem jól állnak. Múltkor jártam arra, és már úgy egészen körvonalazódik, hogy milyen lesz. De mi az új épület, vagy igen, az igen, már megvannak az alapok, már úgy látszott, van az a feljáró, hogy átmész egy dombra, és legurulsz a másik oldalon, és balra rálátsz a Moszkva térre. Már az úgy... csak egy síthalom, az ja. Nem maradott. Adjad. Egészen jól körvonalazódik. Tehát úgy szép lesz, és sokat járok arra, és ez klassz lesz. Hát mi volt ott, nem? Hát azért ez szörnyű. Már volt egy bája, ha belegondoltok azért. Persze, hát volt bája. Annyira szocs rá, hogy annyira ronda volt, és koszos volt, és azért a bája egy szép térnek is lehet. Azért, biztos. Inkább egy ilyen generációs emlékhely, nem? Hogy ott álltál, vártál, hamburgereztél, vártad a nagyszüleidet, a szüleidet, de hát azért ez inkább egy ilyen érzelmi kötődés van, nem a szépségéhez, meg az egyediséghez. Hát ahhoz nehéz is lett volna. Brutális. Brutális volt. Na, egy érdekes témával folytatjuk, így a hírek után. Ugye, mi azért sokszor foglalkozunk kicsit komolyabb dolgokkal, és ez most megint komoly, de arra gondoltunk, hogy most nem, ami jól megszokott, bevált és nagyon népszerű nógrádi tanár urunkat faggatjuk a szíriai kérdésről, hanem valaki egészen más, mert hogy érdekes dolgok zajlanak ugye Szíriában, és szerintem sokan olvassák, sokan követik a híreket.
És ugye mi is résztvevői vagyunk ennek a dolognak, hogy bármi történik Szíriában, az azt jelentheti, hogy még többen kelnek útra, és minden eddiginél nagyobb menekült áradat jön majd egyébként Európa felé, mint ahogy lehet hallani, hogy ez csak az előörs volt. Ami most történik Szíriában, az brutális lesz, és elindul egy még nagyobb hullám, előbb-utóbb ez a sok ember ide ér. De légy pozitív, hogy ha ott viszont rendet raknak, akkor nem fognak jönni. Ha ott viszont rendet raknak, akkor lehet, hogy mindenki vissza tud költözni, és kicsit helyreáll a világrendje. És hát ugye a helyzet érdekes, mert hogy az oroszok tárgyaltak az amerikaiakkal, és úgy néz ki, hogy elindult egy közös amerikai-orosz hadművelet. Majd felszálltak az orosz gépek, akikről mindenki azt gondolta, hogy ugye az ISS állásait fogja bombázni, és együtt karöltve az amerikaiakkal, majd ők most ott szépen rendet tesznek Szíriában, megoldódik a polgárháború, és mindenki visszatérhet a saját hazájába. Felszálltak az orosz gépek, és azóta nem szólnak másról a hírek, mint hogy hát mindenkit bombáztak az oroszok, csak az ISS állásait nem nyilatkoznak. Az amerikaiak nyilatkoznak, a németek, az oroszok azt mondják, hogy de igen, lőttünk egy kicsit máshova, de higgyétek el, hogy amit mi lőttünk, azért ott... Ők is veszélyesek. Azért ott, igen, ott volt az ISS is, meg ők is veszélyesek, és Putyin úgy néz ki, hogy megint kénye és kedve szerint rajzolja át a térképet úgy, hogy egyelőre az amerikaiak és a nyugati hatalmak csak asszisztálnak. De az érdekes az a dolog. Hír, hogy a fiúk beszélgettek, ugye, Putyin és Obama urak, és akkor utána a Putyin hazament, és megindították a légitámadást, és igaz-e, hogy Obama bácsinak felszólalt mind a két szemöldöke, mert hogy ezt nem beszélték meg, hogy rögtön légitámadással indítunk. Hát, kérdés, hogy ebben mennyi a lobby, mi az igazság, mit nyilatkozik az amerikai hírszerzés, mit nyilatkozik az amerikai kormány. Azt nem tudom, dumáltak, de hogy erről, nagyon sok hogy hatalmi játszma zajlik azért a háttérben az egész. Dumáltak hogy lesz ilyen, de amikor ugye Putyin azt mondta, hogy akkor viszont srácok, menjünk, az így nem volt meg az Obama. Hát igen, a Putyin egy kicsit önjáró. Igen. Ebből a szempontból is, de azért azt ne felejtsük el, hogy Amerikának soha nem volt érdeke, hogy az utóbbi, amióta gyakorlatilag Putyin regnál, azóta nem volt érdeke soha, hogy őt jó színben tüntesse fel. Tehát egy picit itt megint azért szerintem érdemes távolságtartással kezelni mind a két oldalnak a nyilatkozatait, meg a hozzáállását, mert hogy nyilván azt is tudjuk, hogy ugye Amerika sok mindent kavart ebben a térségben, aminek a következménye aztán ez a menekült áradat is, meg az, hogy összeomlottak ezek a diktatúrák, és gyakorlatilag kezeletlenül hagyták ezeket a problémákat, meg hát nyilván Putyin is megírja a pénzét, azt is tudjuk. Tehát, hogy igen, által körülbelül egy 3-4 hónapos egyeztetés volt a közös amerikai orosz támadás előtt. Megbeszélték, kezet fogták, felszálltak a gépek, és szájtátva nézték az amerikaiak, hogy Nem egészen az történik. Talán még készfogás sem volt, mert egyébként pont a fogadásnak a végén ugye volt kis toszt, meg volt kocintás, de Obama és Putyin nem kocintottak egymással. Elég fagyos hangulata volt jelen. Ezek is. Aha. Történet. Aha. Ugyan. Na, hát más mondanak ugye az amerikaiak, mást mondanak az oroszok. Nagy játékos azért ez a Putyin, igazából. Nagy játékos. Tehát ő ugye, kérdeztük erről már a Nógrádit is két hónappal ezelőtt, aki kicsit akkor szerintem vagy nem mondta el, amit tud, vagy egy kicsit terel, de hogy kérdeztem az orosz szerepvállalásról Szíriában, és azt mondta, hogy azért ez kevésbé elképzelhető, és az oroszoknak ez nem annyira érdekel. Most már egyértelműen kiderült, hogy ott vannak, és az is kiderült, ugye, hogy hát igazából a felkelők ellen harcolnak, és a kormány erőket segítik. Most kérdés, hogy a Putyin ugye hogy gondolkozik? Vagy mit mond erről, vagy milyen szerepben akar tetszelegni? Hát ezért ez egy nagyon izgalmas dolog. Ugye Putyin nem rejtett a véka alá, sőt most is kihangsúlyozta, hogy ő a legitim hatalomnak átszadott fogadja el, és őket is támogatja, és igen, tényleg ott volt ez a beszélgetés, amikor ugye Nógrádi Gyuri bácsi nem nagyon tudta egyébként megcáfolni ezt a dolgot, hogy az oroszok már vállaltak ott fel valamilyen szerepet, aztán megjelentek a különböző videó megosztó portálokon olyan felvételek, amiken nagyon-nagyon modern orosz lövészpáncélosok támadják, mondjuk így a felkelőknek az állásait, sőt lehallgattak rádióforgalmat is, ezek között a lövészpáncélosok között, amik hogy nem oroszul történt. Aztán egy csomó Facebook poszt is megjelent orosz tengerészgyalogosoktól, akik szelfiket készítettek magukról Szíriában. Putyin tegnap azt mondta egy sajtótájékoztatón, hogy érdekes azért, hogy mennyi civil áldozat van, mert hogy ő látta, és ő tudja, hogy azelőtt beszéltek már civil áldozatokról, mielőtt felszállt volna az első amerikai vadászgép. Már lenyilatkozták, aha, hogy hány civil áldozat volt.
Tehát ő... Mármint orosz. Hány civil áldozat volt az orosz légitámadásban? Igen, de orosz amerikai vadászgépet mondták. Orosz vadászgép, tehát Putyin mondta, hogy még fel sem szálltak a gépeink, már megjelentek bizonyos hírcsatornákon, hogy hány ártatlan áldozata volt az orosz légitámadásnak. Hogy ezért is tartja furcsának. Közben az amerikaiak azt mondják, hogy azt, amit az oroszok bombáztak, ott nem nagyon volt az iszlám államnak tulajdonképpen hadserege, vagy támaszpontja, nem nagyon értik, hogy miért ott támadtak az oroszok. Kicsit olyan tényleg, hogy most is mindenki a saját pecsét sütögeti, és semmiféle együttműködés, semmiféle rendszer nincs a dologban. Nehéz is, mert nagyon sok mindenkivel harcolott Szíriában, de nem látom, hogy ez a dolog annyira megoldódna. Ők meg a szimpatizásai, tehát Putyinék meg a szimpatizásaik nagyon-nagyon be vannak sózva már jó ideje, ők már nagyon mennének, hát a csecsen elnök például kifejezetten csalódott volt, hogy szárazföldi erőket még nem vetnek be, mert hogy ők már készen vannak és nagyon mennének. Ezt nyilatkozták. Ők már nagyon mellé, és picit csalódott volt, hogy nem tudják bevetni ezeket a csapatokat, akik állik felfegyverek, ez alig várják már, hogy ott is egy picit akcióba tudjanak lépni. Az ő rutinjukkal, ugye, amit ismert. Milyen jó lenne, egyszer rá lehetne csörögni a Putyinra, nem? Itt vagyunk. Jó napot kívánok. Reggeli műsorán szeretnénk megkérdezni, hogy tulajdonképpen mit miért csinál. Mondja el nekünk, hogy most milyen szerepben akar tetszelegni. Meg akar-e menteni bennünket? Európa megmentője akar lenni. Azért támadja először a felkelőket, mert azt mondja, hogy gyerekek, én leszek az majd, aki rendet rak, ha az amerikaiak hülyék, tökölnek, nem csinálnak semmit, akkor először leszámolok a felkelőkkel, utána leszámolok az iszlám állammal, a kormányon hagyom most a meglévő hatalmat, az Assadot, segítem őket, rendet teszek, mindenki hazamegy. Ez a célom, ezt tervezem. Én meg akarom menteni Európát, addig se azzal foglalkoznak, hogy én mit csinálok. És ezt egyszerűen így kimondaná, nem? Milyen jó lenne? Vagy mégse ez van mögötte, igen. Mindjárt megkérdezünk valakit, aki nálunk sokkal okosabb, és rengeteg mindent tud erről a dologról. Cseri Ferenc volt hírszerző, a Nemzetbiztonsági Hivatal volt főosztályvezetője. Jó reggelt kívánunk! Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt. Na, hát sok elméletet felsorakoztattunk, és hogy az ember olvassa a híreket, és hát nyilván nem látunk bele, nem is nagyon láthatunk bele, hogy ki hogy keveri a kártyákat. A dolog érdekes, mindig más mondanak az amerikaiak, más mondanak az oroszok. Mi történhet valójában a háttérben? Ki mit szeretne? Ki milyen pecsenyét sütöget? Igen, hát én hallgattam a műsorukat, sok olyan elhangzott, ami bizony nagyon valós, én szerintem is. Na. Mégpedig miről van szó? Arról van szó, hogy évek óta tartó polgárháború van Szíriában. A nyugat támogatja a felkelőket, Putyin pedig a hatalmon lévő Assad dinasztia utolsó tagját, aki jelenleg is Szíriának az elnöke, évek óta támogatja. Tehát évek óta jelen van a térségben. Ez az arab tavasz elsöpörte ezeket az arab diktatúrákat, és gyakorlatilag ennek következtében létrejött az iszlám állam, Irán és Szíria nagy részének az elfoglalásával. Kiképzett emberek, ráadásul amerikai segítség előtte kiképezett az Al-Qaida ellen, de hát ezek összeálltak, és egy igen jelentős ütőképes csapatot alakítottak, elfoglaltak olajkutakat, megvan a pénzforrás, egy igen erős hadsereggel állnak szemben. Emellett ugye van még egy úgynevezett felkelő részleg, amelyik szintén Assad ellen harcol, időnként egymás ellen is harcolnak, tehát a frontok azok igen kaotikusak. Na most ugye ebbe a vákumba gyakorlatilag Putyin egy zseniális húzással belépett. Mégpedig mit csinál? Van egy tessék-lássék légi csapásokat mérő háború, ahol hol az egyik ország, hol a másik ország gépei röppennek be oda, lebombáznak ezt, aztán szóval elmennek gyakorlatilag, igazából gyakorlati haszna nincs. Ő fölvállalja azt a szerepet, hogy neki megy az iszlám államnak, és ha ezt ő megoldja, már pedig olyan vehemenciával indultak el ezek a légitámadások, amelyek igen példanélküliek, ő szerintük 50-től több harci géppel és helikopterrel hajtottak végre 8 hullámban támadást, igen nagy romboló erővel. És hát ugye nyilvánvaló, hogyha már itt az iszlám állam ellen indul a háború, akkor természetesen az mást is fog érinteni, és mivel ők Assadot támogatják, tehát nagy valószínűséggel az Assad ellen lévő felkelők ellen is háborút fognak indítani, és hát már el is ismerték, hogy mivel ők ezt terrorszervezetnek tartják nyilván, közösen állították össze Assaddal ezeket a célpontokat, tehát ezek ellen is menni fog a háború. Tehát a jelek szerint akkor Putyin először
a felkelőktől akarja megtisztítani Szíriát, és miután hát végzett velük, akkor azt mondja, hogy rendben van, most eltávolított a Mászad ellenségeit, jöhet az iszlám állam. Ugye? Mert hogy több célpont volt a felkelőknél, mint amennyi célpontot ők most az iszlám államnak bombáztak. Igen. Hát ők is úgy kommentálták ezt a hadműveletet, hogy olyan hadianyagbázisokat romboltak le, ahol a terror cselekményekre készítettek fel különböző gépjárműveket. Tehát ugye ez eléggé önmagáért beszélő történet. Mit akar a Putyin pontosan? Mi a célja? Igen, hát ez egy zseniális húzás, én úgy ítélem meg, mégpedig. Ugye egy igen jelentős nemzetközi elszigeteltségben Dél-Oroszország, Ukrajna miatt. Embargók, különböző tiltások, orosz kapcsolatok vonatkozásában. Ő már régóta támogatja Assadot, ugye az 5 évet tartó polgárháború során már régóta jönnek a hírek, hogy itt orosz támogatás van a háttérben. Itt keletkezett egy vákum. Ebbe a vákumba, ha ő belép, és ő igazából olyan harci cselekményeket fejt ki az orosz hadsereggel, amire én úgy gondolom, hogy ők képesek, akkor gyakorlatilag itt a világ szemében ő ismét kitör ebből az elszigeteltségből, és gyakorlatilag megelőzi nyugatot abban a vonatkozásban, hogy nem tudja felszámolni ezt a közel-keleti válságot, innen itt vagyok én, és én teremtem meg a rendet ezen a vidéken. Megadom a lehetőségét annak, hogy ismét a közigazgatás helyreálljon, ne kelljen az embereknek menekültáborokba kényszerülniük, és visszatéressenek a hazájukba. Tehát Putyin úgy gondolkozhat, hogy oké, segítek nektek, rendet teszek Szíriában, ezáltal mondjuk megmentem Európát a válságtól, a menekült áradattól, mindenki hazamegy, és én leszek majd, később Európa nagy megmentője, közben mindenki csendben van, és nem nézi azt, hogy én mit csinálok Ukrajnában. Ott marad Szíriában természetesen. Így aztán közben Ukrajnáról senki nem beszél mostanában, ugye? Nagyon keveset hallunk róla. Igen, lekerült a napirendről, így van, most lesz szó róla Párizsban megint, ugye Putyin ott tárgyal a francia elnökkel, és most fognak megint róla beszélni, úgy második-harmadik programpontként, ugye a legelső természetesen az iszlám állam elleni háború. Megoldható így egyébként a szíriai helyzet, hogy gyakorlatilag kinyírok mindenkit, aki nem a jelenlegi hatalommal van együtt? Hát nézze, ez egy háború. A háborúnak vannak győztesei és vannak vesztesei. Én úgy gondolom, hogy az iszlám államot onnan eltávolítani csak háborúval lehet, semmi mással. Tehát háborút kell folytatni ellenük, és le kell győzni őket. Putyin egyébként mit akar ennyire Szíriától? Hát nyilván neki ez egy kapu mondjuk a földközi tengeri értelemszerűen, de miért van ott, vagy mit akar neki? Nem érdeke közben az, hogy mondjuk a menekültek jöjjenek, Európa megosztott legyen? Tehát arra gondolok, hogy miért érdekel rendet tenni? Ha rendet tesz, nem lesz menekültválság, Európa megint mással tud foglalkozni. Nem jobb Putyinnak, hogy egy megosztott Európa itt próbál most lavírozni a menekültválságban, mindenki a menekültekkel foglalkozik, és közben senki nem figyel Putyinra? Ez a két oldalról lehet megközelni. Az egyik az, hogy elárasztja Európát, hozzásegíti a menekülteket ahhoz, hogy elárassák Európát, és Európa megbillen, a saját problémája lesz elfoglalva, szintén békén hagyja Ukrajnát, és békén hagyja Oroszországot, nem fog az orosz embargóval foglalkozni, de úgy látszik, hogy ő nem ezt a döntést választotta, hanem a másikat, hogy ő egy megmentőként tetszeleg a világ szemében, és ő fogja megoldani, mint orosz úttörő előre menve az arab válságot. És mondhatja azt, hogy az amerikaiak kirobbantották, exportálni akarták a demokráciát az arab országokba, ahol az lehetetlen. Ennek ez a következménye, én pedig itt vagyok, és megoldom ezt a kérdést. Hát sok hatalmi játszma, sok téren igazából. Nehéz is igazságot tenni. Nagyon nehéz, így van. Meg hát ugye Putyin fejében nehéz gondolkodni, ők azért elég agresszívan, keményen szoktak föllépni, ahová elindulnak. Tehát ez is várható, látszik is az első két légicsapásban, hogy hatalmas erőket vetnek be. De azért az a borítékolható, nem, hogy előutóbb szárazföldi szerepvállalás és sor kerül. Igen, ennélkül nem lehet háborút nyerni, és én úgy gondolom, hogy hát ő nem a saját katonáit fogja felhasználni, hanem a szárazföldi hadseregét, illetve esetleg a Irakon keresztül a kurdokat felfegyverzik, és őket fogják előre. Hát meg a csecseneket egyre kevésbé lehet megállítani, ők már nagyon mennének, ugye nyilatkoztak. Igen. Közben az amerikaiak pedig mire játszhatnak? Hát azért részükről is sok mindent hallunk, ugye, hogy azért ők is sütögetik ott a pecsényeket. Nekik mi az érdekük ebben az egészben, vagy mi lehet Obama érdeke? Mivel ott egy kis baj van, kötött a kéz. Ugye Amerika nem sokára elnök választásra készül.
ha belebonyolódik egy olyan háborúba, amelyből a kimenet az kétes, akkor az elnök választás jelentősen befolyásolni fogja. Na most azért kivonulni sem vonulhat ki, én úgy tudom, nem fogják ott hagyni Putyin teljesen egyedül, hogy ott garázdák, hogy a harmadik térségben. Tehát nyilvánvaló, hogy valamilyen részvételre kényszeríti majd, akár a NATO országokat, akár Amerikát, tehát ott hagyni teljes egészében nem lehet, koordinálni kell a hadműveleteket, nehogy aztán ott ütközést töntjön a levegőben, és egymást legyék védetlenül le, ahelyett, hogy a földi célpontokat célhatnák. Tehát Obama most lépés hátrányban van, én úgy gondolom. Azt, hogy mit tehet a keze kötött, viszont lépéskényszere is van. Érdekesen várható a fejlemény, hogy mi lesz belőle. De lehet ez a segítség logisztikai segítség is. Néhány mondjuk EVEX gépnek a formájában. Tehát, hogy nem is fogad más formában, úgy gondolom. Tehát más erőket Amerikától ebben a politikai szituációban várni nem lehet. És közben ott van Szaúd-Arábia és Törökország, akiknek viszont ugye hát nem érdekük, hogy ez a dolog ez megoldódjon, és Assad az a helyén maradjon. Tehát nagyon-nagyon összetett a dolog, nagyon bonyolult. Nagyon összetett a probléma, így van. Ugye Nyugat azt akarta, hogy Assad tűnjön el a készségből, illetve várták, hogy megoldódjon a polgárháborús készség helyzet. De hát ugye Putyinnak a belépése ebből a vákumba, én úgy gondolom, hogy ez elodázza ezt a kérdést, már puhultak az álláspontok, és mert ugye már hallani olyat is, hogy azt mondják, hogy igen, jó, egy ideig maradjon, aztán majd menni fog, de hát én úgy gondolom, hogyha Putyin ebből a háborúból nyertesként fog kilépni, akkor ez is ott marad, és az ő embere fogja az országon uralkodni. És a menekült ügyben egyébként mi várható, mert azt hallja az ember, hogy most, hogy már az oroszok is bombázzák ugye Szíriát, és még több civil áldozat, így még nagyobb hullám indulhat el, és az eddigieknél sokkal nagyobb menekült áradat jöhet majd, akár télen, akár tavasszal, és hogy még többen kelnek útra Szíriába. Hát sajnos ennek a veszélye fönnáll, mert hogyha a légitámadások olyan irányba indulnak, hogy a civil áldozatok száma megemelkedik, akkor bizonyára ez egy lökés hullámot fog adni. Ebben a szituációban mindenféleképpen taszító hatása lesz. Hosszú távon elképzelhető, hogy viszont visszaszívó vákum hatása lesz neki. Hát, ez sok a haj, sok a feltételezés, következtetés vannak, hosszú időnek kell eltenni sajnos, mire ebből ott egy igazi, élhető világ lesz újra. Tehát tulajdonképpen bármi történik, megoldás nem nagyon van egyelőre, ugye? Egyelőre nincs. Csak megoldási lehetőségek, az idő eldönti ennek a sorsát. Putyin egyébként ő milyen politikusnak tartja? Mert azért sokan mondják róla, hogy nagy játékos és háttérben sok szállat mozgat. Csak kérdezem, ő azért egy tehetségesnek mondható politikus, ugye? Tehát tehetséges egy rossz szó, mert az, aki akár felel azért, hogy emberek halljanak meg. Hát a kérdés, hogy mennyit nem mondható tehetségesnek. És kíváncsi vagyok, hogy mi a véleménye. Igen. Hát ő az én szakmámból jött. Tehát ő a KGB-nek volt tisztje, utána elnöke, innen lett Oroszország elnöke, ugye nem is először már, és nem is másodszor. A nemzetközi politikai lépéseiben igen jó húzások vannak, tehát ez egy nagyon nagy formátum politikus. Amit most húzott, ebből a mélyből, ahonnan jelen pillanatban Oroszország volt, onnan így kirántani, ez egy zseniális húzás. Na jó, hát biztos, hogy beszélünk még. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a segítséget. Én is köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Cseri Ferenc volt hírszerzővel, a Nemzetbiztonság Hivatal volt főosztályvezetőjével beszélgettünk. Érdekes, nem? És bonyolult. Érdekes. Hát ami viszont fölháborít, hogy nem kértük el a Putyin számát. Mert szerintem ő tudja. Tényleg. És akkor az interjút akkor meg tudnád csinálni. Na, gyerekek, igen. Senki nem ártatlan azért ebben. Nem? Tehát ott vannak az amerikaiak, az arab tavasszal kirobbantották azért a sok országban, néznek, hogy mi történt utána, néznek azt a káoszt. Tehát elképesztő, nem volt Irakban, Líbiában, hát azért ők se ártatlanok, ott vannak az oroszok. Nyilván mindenki a saját nemzeti érdekeit nézi, és úgy irányítja ezen országok sorsát, történelmét, katonáit és civiljeit, ahogy az neki megfelel. Nem? És aztán kommunikál valamit. Sosem tudod meg, hogy... ország, két politikus gyakorlatilag sakkozgatnak az egész világon. És sakkozgatnak. Igen, érdekes. 8:30 volt, pontosan 5 perccel jövünk a hírek után. Hamarosan folytatódik. Amit mindig is tudni akartál, de soha nem merted megkérdezni.
A nagy kérdés, amelyre egész életedben vártad a választ. Tedd fel ma, és megkapod. Balázs, Feri és Jani ma őszintén válaszol mindenre. Ma a hallgatói a főszerep a Morning Show-ban. Jaj, annyira boldog vagyok. 9 és 10 óra között jön az őszinteség órája. Kérdezz, felelünk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 múlt pontosan. Egy perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Friss közlekedési hírekkel folytatjuk. M1-es Bécs felől akadálymentes, a határ nyugodt, osztrák-német határon sávlezárás van, és kontroll. Szép napot Magyarország Grizzly küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán azt hiszem, hogy van-e még M6-os Pécs felé a 150-es kilométer után, kamion gumi hever a belső sávban, vigyázzatok és lassan menjetek, egy picit nehéz észrevenni. M1-es M7-es bevezetőn torlódás a 7-es kilométertől, ezt Henger küldte nekünk, valamint Csepelen az Erdősor utcai kereszteződésében busz és autó ütközött, tűzoltók, rendőrök már kint vannak, alakul a sor, a temető után van a sor vége, Csepeli út felé érdemes kerülni, ezt Dávid küldte nekünk. Pesti rakparton mérnek a Margit hídnál, üzente szintén Ákos, valamint Farád és Rába Tamási között útépítés miatt az út Győr felé haladó oldala le van zárva. Mindenki vezessen óvatosan, Gina küldte nekünk. Haller utca Nagyvárad térnél totál beállt, aki tud időben kerüljön, ez a 9. kerületet érinti, Gica küldte nekünk. Aztán a 7-es úton Szabadbattyán előtt Polgári felé NKH ellenőrzés üzeni Frost, valamint az M3-as 180-as kilométer Szelvényénél rendőrök a leállósában figyelnek. 12 órás futár Pisti küldte nekünk. Köszönjük szépen. És hát még rengeteg kérdés az előző témákhoz, amiket ugye természetesen nyilván mi sem tudunk megválaszolni, valaki az oroszokat védi, valaki az amerikaiakat hibáztatja, valaki mindenkit utál, és sok-sok kérdés, amit szerintem sok, még talán vezető politikus se tud megválaszolni. Aki hiszen... mindenki utál, az duli-fuli. Hiszen igen, mindenki megmentő szerepben tetszeleg, és senki nem ártatlan. Nem, nem ártatlanak. Az amerikaiak, az oroszok, mindenki nyakig benne van. Gyerekek. Hát nem is lehet feketén vagy fehéren kijelenteni, szegény oroszok, szegény amerikaiak. Nem. Hát az amerikaiak is bőven benne vannak. Az egészben az oroszok is, a baromi nehéz itt kitalálni, hogy mi történik valójában. Nem szabad elfeledkezni, hogy Amerika is azért mindig tényleg jó színben tetszeleg, és a világ megmentője szerepet szívesen veszi magára. Közben azért, ami elindult az arab tavasszal, azért az már sok helyen sokféleképpen derült, kijött le, hogy az amerikaiak keze bőven benne volt. Nem? Igen. És hát az ő érdekük is volt, hogy elinduljon az arab tavasz során. Sorozatos rendszerváltások jöttek, ugye Líbia, Tunézia, Egyiptom, hát ha megnézed, és ezeket az országokat, hát ez egyszerűen felperzselték. Utána jött vagy egy nyugati bábkormány, vagy a káosz őket, jött, ott hagyták őket, semmi nem oldódott meg. Hát sajnos legtöbbször inkább a káosz. Tehát a káosz így jött, mert hogy elindítottak egy problémának a megoldását, úgymond, vagy legalábbis a világnak így ezt mondták, és aztán pedig nem fejezték be ezt a műveletet. Szépen kivonultak az országból, szépen sorsukra hagyták ezeket, aztán ez van. Most nekik nagyon kényelmes ez a helyzet egyfelől, mert hogy ugye ők eltakarítatnák most így a szószt az oroszokkal, de hogyha az oroszok már egyszer ott vannak valahol, akkor nagyon nehezen mennek el, hát ezt tudjuk, ugye. Ja, meg ha te takarítasz, akkor kitakarított pecóba csak el vagy egy darabig, nem? Ja, persze. Ugye, ha orosz fejjel gondolkodsz, ha már megcsináltad. Arra lennék kíváncsi, amikor például az Obama a Putyin beszélget, és szóba jön akár az iszlám egymény, hogy beszélgetnek egymással, tehát megtartják ezeket a teljesen hivatalos beszélgetési formákat, ugye Putyin kiválóan beszél angolul, vagy az, hogy figyelj, tudjuk, hogy ti mit csináltok. Mi ezt csináljuk, mi ezt kommunikáljuk, vagy van egy ilyen, kicsit ilyen fura, félhivatalos, hivatalos beszélgetés, de egyikőjük sem mondja ki, hogy akkor ezt most intézzétek el. Ti támadjatok, visszavonulunk, tehát hogy ők ketten, amikor négy fal között maradnak, vagy felhívják egymást, valójában hogy beszélgetnek? Egy ilyen nagyon formális, az igazságot ki nem mondó beszélgetés lehet, hiszen mind a két fél tudja, hogy mit csinál a másik, nem? Az amerikai hírszerzés, az orosz hírszerzés tudják, hogy ki hogy akarja átrajzolni a geopolitikai térképet, mit akarnak, kit mi motivál. Őszintén megbeszélik ezt olyan egymással? Szerintem nincs, nincs. Tehát ilyen nagyon hideg, nagyon hideg, kimért beszélgetés mint zajlik. Két egymást kerülgető alfa hím, akik szaggolgatják egymást farát, és folyamatosan morognak. De nincs SMS-se?
Nincs egy olyan piros telefon, ahol fős fia azt mondja, oké, figyelj ide. Tudjuk, hogy nyilván ti mit szeretnéd. Tudjuk, oké, hogy te nem csak az iszlám államot akarod támadni, hanem tudjuk, hogy te a felkelőket, és mi pénzéljük a felkelőket. Visszavonulunk, tegyetek rendet, menj meg Európát, csináljátok. Most nyilván nem ilyen nagy vonalakban, de nincs. Na, nincs egy ilyen smiley-el, hogy Obama elküld egy smiley-el Putyinnak, amikor felszállt az orosz gépet, nem tudtam. Nem, eljátszom, hogy meglepődtem. Nagyon kivagyok, hogy most ti nem az iszlám állam területeit bombázzátok, hanem a felkelőket is, de nyilván tudja az Obama, hogy ez ott van már hónapok óta a Putyin Szíriában, és támogatja az Assadot. Hát eljátszák formálisan, hogy ők megállapodnak? Figyelj, nem miközben lehet, ott ül két ember, aki folyamatosan hazudik egymásnak? Hát, hogy van ez? Ez nem lehet, hogy úgy néz ki, hogy talán a csupasz pisztoly egyik epizódjában volt, hogy diktátorok ülnek egy asztalnál. Ők egyébként a nagyvilág előtt ők ellenfelek, ellenség, egyébként meg tök jó barátok. Tehát előtte, mint küld egy 5 perc múlva a hívlak, hol vagy most a dácsámban válaszolja Putyin. nincs egy titkos nyelv, hogy a Putyin kétszer megvakarja az órát, egyszer a füléhez nyúl vakarját, és az Obama tudja, hogy akkor most felszállnak az orosz gépek, és ez valójában bírószó. Nagyon hivatalosan beszélgetnek a semmiről, majd egyébként tényleg teljesen fura módon egy óra múlva felszállnak az orosz gépek, és nem azokat a célpontokat támadják, amiben ők egyébként megállapodták, és azt mondják, hogy támadtunk, hát nem az iszlám államot, de azért támadtunk. Az oroszok meg az amerikaiak meg csodálkoznak, ejjjj, nem erről volt szó, hát azért ezt ők tudják. Vladimir, a tárgyalás végén nem fogok veled kocintani, de ugye tudod, hogy nem arról van szó, hogy esetleg nem csípnélek, csak hát ért. De mi értelme van egyébként ennek az egész nagy találkozók ilyenkor? Tehát mi Putyin találkozik az Obamával? Hazudnak, amit a világnak, mosolyognak, persze nyilván van ennek egy komoly politikai értéke, de a színfalak mögött aztán kiderül egy órára rá később, nem ez történik, amiben megállapodtam. Hát az egésznek semmi értelme. Érdekes lehet, nem? Picit lenyugtatják az egész világot, hogy azért annyira rosszban nincsenek egymással. Vajon ők tudják egymás mobil számát? Tehát van úgy, hogy azokban most fel akar évni a Putyint és kérdez, amit azt mondja, hogy nagyon most fölhívom, ne elegem van, hagyjuk, ne, nincsen tolmács, most rácsörünk, fölhívhatjuk a Putyint? A vörös mobilt. Vagy van egy ilyen tálcán behozott piros telefon, tudod, ami megszólal a Kremlben, de ott se egyből a Putyin veszi fel a dolgozó nem, szobájában. Nem, rázd le! Nem érdekel! Mit csináltad, tedd le? Már megint mi ez? Hogy a fenébe zajlik ez valójában? Mi kicsi, apró kis átlag emberek kapunk egy képet arról, hogy mi történik a Fehérházban, mi történik Moszkvában. De hát azért itt vannak telefonok, vannak személyes beszélgetések, nem, hogy a külügyminiszterek egyeztetnek, és a nagyon nagy a baj, akkor hívja egymást a két elnök. Egyébként nem. Hát szerintem... Nem is hívhat, szerintem nem hívhatom. Nem hívhatom én föl az Amerikai Egyesült Államok elnökeként Putyin, és mondottam, hogy figyelj, mit csinálsz? Hát nem ebben maradtunk. Mit csinálsz? Vagy akkor most csinál, csak akkor ne játszd el, hogy nem tudod, mondja most ezt. Most medvegelek. Mit csinálni? Lehet, hogy ők egy háttér, a háttérben egyébként egy titkos szobában isznak egy jó amerikai, nem tudom mit, egy orosz vodkát, elszívnak egy szivart, és egyébként megállapodnak. Ezt kosszom egész James Tolizsnája 50 fokon. Uborgával lenni, szeretjük. Ettől kifehéret. Az menő lenne, hogy Putyin mondaná az Obamának, hogy ettől kifehéret, öcsi, megvakulsz, ha ezt a vodkát megiszol. Ezt még a nagyapám tette el, ettől megjön. Te meg ezt a trombitát. Egyébként mi értelme lenne? Tök formális az egész, nem? Egy ilyen jéghideg, kicsit protokoláris mosolygás, megbeszélés, utálják egymást. Hát nem tudja ez a két ember valójában felhívni egymást, nem? Hát az Amerikai Egyesült Államokként nem csörögné rá Putyira? Éjjel kettők ott direkt nyilván. Igen. Kis sípkában alszik ott a Putyin, vagy brutális orcsi persze, hogy ne horkoljon füldugóval, csak meg fölhívod a mobilját. Igen, nem, Barak Olga Ivanovna, adja, legyen szíves, Vlagyimi. Szóval érdekes kérdések ezek, hogy ez valójában hogy zajlik, nem? Szerintem baromi formális és baromi protokolális lehet, tehát nem hiszem egyébként, hogy ők csak rácsörögnek egymást. Az egész ilyen nagyon-nagyon hosszú egyeztetés, formális, ilyen telefon először, akkor a hív, fölbeszél, levele mindjárt hívom. Igen, egymás között lehet, hogy nem, de ugyanakkor viszont tudod mind a két emberről, hogy azért elég lazák is tudnak lenni. Tehát, hogy azért a Putyinról is lehetett rengeteg olyan felvételt látni, hogy a belső emberi, mit tudom, elmennek valami szibíria erdőben vadászgatni, ott félmeztem, ott bohockodik az erdőben, meg mit tudom, bográcsoznak, meg esznek, isznak, főznek, piálgatnak. Hát fel van egy ember, nyilván igen, de azért az Obamával nyilván nem. De az Obama meg elment a Bear Grylls-hez. Igen. Érted? Tehát mind a ketten alapvetően lazák, vagy lazák is tudnak lenni, csak egymással szerintem pont azért nem, mert így tudják, hogy inkább tényleg ez az egymás méregetése folyik, mert hogy a világ két legnagyobb hatalmú emberéről van szó. Hát aztán kérdés, hogy azok is mennyire őszinte fotók, ahogy ő haverkodik a testőrökkel a izében, az erdőben.
Hát azt szerintem mert? az. Aha. És na. Valójában meg a találkozó végén, mint egy gyűrűk a végén a hobbitok egy hatalmas ágyon hemperek. ezt már látod, azért én is nehezebben tudom elképzelni, meglepődni. Érdekes lehet. Na mutatjuk a hármas ugrást, jó? Hogy mi a beugró, változott a szabály tegnap óta, mert 9:30-ra került a játék, és nem csak egy SMS-t kell elküldeni, hogy jelentkeznék a játékra, hanem meg kell fejteni valamit, már is mutatjuk, hogy mit. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Na, ugye a játék arról szól, hogy 9 óra előtt mutatunk egy kis mixet, és nektek az a feladatotok, hogy az 5 elhangzott dalból legalább 2-t megismerjük. Mindegy, hogy melyik az a 2, a számcím is jó, előadó is jó. A lényeg, hogy ne azt írjátok, hogy jelentkeznék játékra, hanem elküldjetünk nekünk egy jó megoldást, amiből az 5-ből 2-t kitaláltok. Elég csak az előadó, vagy amit akarnak, a dalcím előadó, jó. Bármi jó. Jó, mutatjuk akkor, hogy mi a beugró. Kérem, csak a felét játsszuk ezekre. Légy. Igen, na megmutatjuk még egyszer. Figyelj, én a United-et és a Lady Gaga-t el tudom intézni. Nagyon jó. Te mondtam, te hülye vagyok. Te barom vagyok. Isten, te hülye vagyok. Jó. Oké, na, hát ez most még az eleje, itt még egy kicsit segítettünk, mekkora állat vagyok. Annyira füleltem, hogy mit tudok leütni, mi poén tudod, hogy minek örülnél. Gondoltam, meghallottad Béli Barnás, nagyon boldog lenni. Ekkora barom vagyok. Nem egy egyébként a Nirvánára is, hogy Júri gondol. Na, akkor valamelyiket küldjetek el a felsoroltak közül, jó? 9 óra után jövünk vissza, egyrészt a játékkal, 2 péntek van, ez pedig azt jelenti, hogy immáron egy nagyon népszerű és kedvenc rovatotokkal folytatjuk, mert hogy egész nap, egész reggel lehetett nekünk kérdéseket küldeni, de lehet még 9 óra után, sőt ennek örülnénk igazán, hogy ami benneteket érdekel, foglalkoztat, tudni szeretnétek, vagy úgy gondoljátok, hogy mi tudunk ebben segíteni, vagy tőlünk érdemes megkérdezni, küldjetek el, mert hogy pénteken az utolsó fél óra mindig a hallgatóké. És veletek beszélgetünk az általatok felvett kérdésekre, válaszolunk. Elsősorban nem kell, hogy ez a kérdés, sokszor hangsúlyozom, rólunk szóljon, vagy velünk legyen elfoglalva. Bármi, amire szeretnétek választ kapni, elkülditek, megpróbáljuk megválaszolni. Hetek óta nagyon-nagyon sok kérdés. Van már a rovatnak elnevezése? Még nem is adtunk neki nevet, mert én javasolnám a Szemrebben és Nélkült, és akkor mindenki döntse el, hogy most ez a hogy Szemrebben és Nélkült kérdezel, vagy mi Szemrebben és Nélkült válaszolunk. Na, jövünk ezzel, és a játékkal a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 11 perc. Itt vagyunk a hét utolsó munka napján, és az utolsó órában péntek. Hát azért ez megérdemel egy tapsot. Egészen más az ember hangulata pénteken. Még akkor is, ha fogalma nincs, hogy mit csinál hétvégén, vagy milyen lesz a hétvégén, mint a hétfő. Érthető nyilván, hát más, hogy indul a heted, meg más, hogy fejezed be. De péntek egy jó nap, nem? Igen. Valahogy ezt a lelkiállapotot kellene átmenteni hétfőre. De ez nagyon jó. Mondjuk nekem a múlt hét pénteken se volt rossz, hiszen a Gyertek át szombat esti című műsoron elégeskedtem. Mikor leszünk adásban? Lehet már tudni? Hát téged kivágtunk. A műsor nagyon jó volt. Legalább a netre feltettetek. Jövő héten. Most még nem vagy, jövő héten lesz. Na, most szombaton még nem vagy. Jó, mert akkor beizzítom a VH-st. Rögzítjük, hogy az unokák is majd megnézhessék. Most még nem vagy, jövő héten leszel. De az nyomorult volt, ugye nem a felvét, ez zseniális volt a hétvége, a múlt hétvége időjárás szempontjából. Úgyhogy ez a mostani, azért is jó. Hát ez az esős ilyen nyálkás, dzsúvás idő volt. Most viszont gyönyörű hétvége lesz. Igen? Biztos vagy te ebben? Egyébként tényleg jó idő lesz. Tényleg jó idő lesz. Na! Azt mondja, hogy közlekedjünk, jó? Mint minden óra elején egy picit. És akkor utána jöjjenek a kérdések. Ha valaki most még gondolkozik azon, hogy elküldje, ne küldje, küldje el nyugodtan. Ugye péntek utolsó fél óra, ebbe vágtunk most bele, ez arról szól, hogy kérdezhettek. Nagyon sok e-mailes kérdést kapunk, nagyon sok kérdést kapunk a műsorok alatt, ami nem a témához vonatkozik, és nem is tudjuk ezeket megválaszolni, nincs is rá lehetőség.
És ezért találtuk ki ezt az utolsó fél órát, hogy, hogy tényleg ne érezze rengeteg ember azt, hogy folyamatosan bombáz bennünket különböző kérdésekkel adás idő alatt, és egyszerűen ezekkel az SMS-ekkel mi nem foglalkozunk. Nem az, hogy nem foglalkozunk, látjuk nyilván, de nincs rá lehetőségünk egyenként megválaszolni. Témáink vannak, vendégeink vannak, rovataink vannak. Pontosan ezért azt gondoltuk, hogy a péntek utolsó fél óra szóljon rólatok. Lehet hűlni, azért jönnek kérdések, tehát hogy miért megy a nagyi az újsággal a hón alatt a kert vége felé, tehát azért jönnek azért ilyen magas röpti kérdések. De tényleg bármi, amit úgy gondoljátok, hogy tudunk segíteni, hogy kíváncsiak vagytok, vagy csak érdekel benneteket, ugye nagyon sokszor beszélünk könyvekről, sorozatokról, filmekről, az utolsó fél órában péntekenként ezt meg tudjátok kérdezni. Mi pedig igyekszünk ezeket a kérdéseket megválaszolni. Kicsit ez egy ilyen interaktív közönség találkozó jelleggel zajlik, de tényleg bárki bármit megkérdezhet. Na, gyorsan egy-két közlekedés még előtte, hogy ígértem, azt mondja, hogy az M3-ason, a 263-as kilométernél Városlemény felé fehér rendőrségi Opelből trafiznak, útépítő küldte nekünk. M3-as Debrecen felé 92-es kilométernél szintén trafi, aztán Esztergom a 6-os kőnől kifelő menőket mérik, ez Szati küldte nekünk. M7-es 132-es mindkét irányban trafi van, csak hogy jobban szórakozzunk. Robi küldte nekünk. Deák téren sötétek a jelző, lámpák, szerviz, kocsi már a helyszínen, alakul a káosz, üzente Zoli. M1 M7 bevezetőn torlódás, a 7-es kilométertől pesti rakpart a Margit hídnál mérnek, mindenki vigyázzon. Ákos küldte nekünk, valamint a Haller utca a Nagyvárad térnél totál beállt, aki tud, kerüljön. Ezt Gica küldte nekünk. Köszönjük szépen. És még egy fontos hír, ugye hétfőn metrózunk, kitelepülésünk lesz, és jövünk, megyünk majd a föld alatt, teszteljük ugye a 4G-t, tele leszünk ajándékokkal, brutálisan okos telefonokat adunk majd azoknak is, akik ott vannak a helyszínen, akik velünk játszanak, de gondolunk azokra is, akik nem tudnak ott lenni, mert hogy az adáson keresztül is majd SMS játékkal meg lehet nyerni ezeket az okos telefonokat. Úgyhogy készülünk, ha valaki pedig jönne velünk metrózni, meglátogatna bennünket, vagy csak egy megálló erejéig utazna velünk, jöjjön, ott leszünk hétfő reggel a 4-es metróvonalán valahol. A 12 perc a menetidő nem lesz nehéz megtalálni. Jövünk, megyünk. De mérgezett egész 50-szer biztos, hogy körül. Nem fogunk elszédülni. Nem. Annyira nem gyors. Azért nem egy körpályán megyünk. Szépen ide-oda. Az elmúlt 30 évben nem metróztam összesen annyit, mint amennyit ott 10 perc alatt megyek majd. De jó lesz. Úgyhogy hétfőn gyertek, jó? Mi 6 órakor kezdünk Kelenföldön, 7 órakor felveszünk a későket a keletinél, 8-kor megérkezik a teljes táb. Úgyhogy 8 órától már teljesen mindenkivel kiegészülve ott leszünk. Na! Akarunk még valamit mondani, vagy jöhetnek a kérdések? Hajrá! Jöhetnek a kérdések. Jöhetnek a kérdések. Azért jó, hajrá, mert gyakorlatilag bármelyik jöhet. Tehát, hogy azt mondom, hogy hajrá, és gyakorlatilag azt választod, amelyiket akarsz a két felvetés között. Igen. Ha valaki annyit kérdez, Bali, miért? Hát ez ideig. Hát, miért ne? Erre az a válasz, miért ne? Aha, csak. Igen. Na, nektek hogy tetszett a Starban Star előző adás? Szerintetek jobb lett volna a zsűribe a Havas helyett inkább Kassa Tibi? Kérdez egy hallgatom. TV-műsor, hát beszéljünk egy kicsit a TV-műsorokról. Én kedvelem ezt a műsort. Ezt már tavaly is mondta, igen, neked akkor jó. Is tetszett nagyon. Én jól szórakozom ezen a műsoron, nem nézem meg mindig egyben, de szerintem a TV2 legszórakoztatóbb műsora. Nincs is neki nagyon több. De. Hát a Berecki. Most mi van? Te milyen vagy? Miért meg őket nyugodtan, de szerintem ez a TV2 egyik legjobb műsora, hanem a legjobb műsora. Ez egy brand, a harmadik évad megy, belenézek, röhögök. Én szeretem, és a Fridi is nagyon jó benne. Tehát abszolút. Nem, hűlök csak, persze. Nem jó, és utána Fridi is nagyon jó szerintem. Én azt a műsorokat szeretem. Tehát én nézek a TV2-es műsorokat. De és Havas tanár úr, milyen benne, jó? Hát, én többet vártam picit. Én azt hittem, hogy ő egy kicsit odamondogatósabb lesz, ő még így keresi a helyét. Barátságos volt. Ő is mondta, hogy ő most cuki akar lenni, amit nem értett szerintem senki. Mert ő nem hát ez az első műsor, a Starban Star mindig egy ilyen összeállós műsor, azért azt észrevettem ennél a műsor típusnál, hogy az első két évadban, és az első műsor az kicsit még azért így balra-jobbra keresgéljük, van egy-két hiba, de hát tehát mindenki hibázik, ezzel nincs baj, és szerintem megtalálja ő majd a helyét. Szórakoztató műsor, nincs ezzel baj. Nagyon jó, tudok rajta röhögni. Meg egy csomó... Tehát, hogy az Zakata, hogy kinézett, vagy a Baby Gabi, vagy a Gáspár.
Úristen. Hát azt már tavaly is mondtuk, úristen, hogy a maszkmesterek azok olyan világszínvonalú melótolnak ott, hogy a szíjet. Én amit nem értek, hogy azok, akik egyébként jól énekelnek, azok miért hamisak? Tehát miért énekel valaki, akinek egyébként az a szakmája, hogy énekel, miért hamis? Hogy hangosítással van baj, velem van baj, ott jó, aha, csak nekem jön át rosszul, hát, ha ott jó, tényleg hamisan énekel, tehát hogy bármilyen tehetségkutatót megnézem külföldön, egyszerűen azt hallod, hogy a jó énekel csak valóban jól énekelnek, és senki nem hamis. Itt én nem tudom, itt ez hol megy el, aha, hogy izgulnak, vagy nem hallja magát jól vissza, és ott nincs elég hangosítás, de itt csomószor hallom, hogy hamis, és aki nem énekel jól az életben, és aztól nem lepődő meg, de azért vannak jó énekesek. Hát, ha egy Bergendi jelmez lenne rajtad, ilyen az lehet. Na lehet, hogy az van. Az is befolyásoló lehet. Valószínűleg szerintem az lehet, hogy jó énekes, rosszul énekel, akkor ez nem az ő hibája, hanem egyszerűen valahogy rosszabbul hallja vissza magát, nem? Vagy egyáltalán nem hallja vissza magát, és akkor egyszerűen nem tudja a dolgot követni. Én erre gondoltam. A kérdések a második felére, én személy szerint sajnálom, én nem akarsz a Tibi van a havas helyett. Én nem szeretem a havast, a Tibit meg szeretem. Na én ezt viszont én pirom, hogy ennyire konkrét vagy. Ez jó. Nem szereted a havas? Nem, egyáltalán irritáló. Irritáló személyiség. Ritkán állsz bele így valamiben ennyire sarkosan. Én ezt kedvelem, ezt inkább én szoktam csinálni. Okos, tehetséges ember, de nagyon irritáló személyisége. Tibi meg szellemes, szeretjük is. Jó lett volt volna, a vagy jobb lett volna. Is. A másik műsor mi volt? Ahol egy civil meg egy énekes énekelt együtt. Mindegy, aminek zsűri tagja volt Kassa Tibi. Ja, azt hittem, hogy a zsidó vastag Csabi duetre gondolsz. Ja, nem, arra most nem, kivételesen. Jó, hát ezt akkor megválaszoltuk. Akartok még valamit ezzel kapcsolatban? Nem. Jó kis műsor. Tetszik, szeretjük. Igen, Feri műsor a dohányzással. Ugye Bali Kopasz lesz decemberben. Józsi a fafaragó. Hát, most már megmondom neked őszintén. Nem is szenved a rohadék. Nem is szenved. Abszolút nem. Hát egy akkora műsort csinált, hogy mi lesz itt a leszokás, majd abba ajtad, és azóta tök jól vagy. Ez kicsit fáj. Igen, de amit most már én kifejezetten rühellek. Nem látunk szenvedni. Kicsit legalább szenvedheti, ha már kopasz leszek. Amit kifejezetten rühellek most már ebben az egészben, hogy te vagy a sztár ebben a dohányzásról való leszokásban. Tudom, hogy ezért csináltad, mert profi vagy, de érted, jönnek oda hozzám, ugye a Bali, mondom, szarok a Bali hajára, érted? Én ezt nem azért csináltam. Igen. Basszus, ez jobb, mint az, amit én mondtam volna. Fogadás árnyán. Érted? Tudod, én mondom, azért csináltam, hogy leszokjam róla, nem azért, hogy a Balinak a haja milyen lesz. Tehát én most már ezt kezdem unni, rá fogok így egyet gyújtani. És akkor inkább én menjek a lecsóba, legyek egy csak ízé. Ne lopjam el a sót. Hát, tudod, szoktam mondani, hát ez jó, nem egy szakkör, ez egy szakmat. Tehát megnézsz, oké, rá akarsz gyújtani, tegyünk még rá egy lapáttal, lopjuk el kicsit Feri elől a sót. És ezzel ezt hallgatom. A kutyát nem érdekli, hogy leszoksz-e. Az van, hogy rajtam bosszút állásod az egész ország, igen, hogy szívjon a rohadék, nyírja le a haját. Senki nem mondja azt, hogy Ferkó, figyelj, jó vagy apám. Te semmi. Figyelj, hogy tényleg nem szokjál is... le, hogy szenvedjen a rohadék. Legyen kopasz. És ezt hallgatom másfél hete, érted? Na, meg tudod csinálni azért, hogy kopasz le. Hát mondom. Igen, picit elrott. Ügyes, nem mondom, hogy nem ügyes. Úgyhogy egyelőre köszönöm a kérdést, egyelőre minden oké, minden rendben. Kibírtam. Jó, de mi van Balázsa? Hát látom, még ő viszont izgul. Gyerekek, én ebben már abszolút beletörődtem, tehát én erre fel vagyok készülve, ott van a családom kitagad, Viki válik, tehát hogy tehát abszolút teljes egyértelmű, hogy ez nem volt egy jó húzás, de férfinek kell. Olyan van, hogy este megriadsz arra, hogy Viki simogatja a hajadat, és énekel hozzá, vagy gondol, vagy kicsit könnyezve. Még néhány hétig. Nem, amikor kilépek a zuhanyból, és így megrázom. Feszítek egyet, nyomok egy puszit a bicepszem, és így beletúrok a hajamba, ott úgy megpróbálom átmondani, hogy milyen lesz majd, amikor ilyen Ripley-ként, tudod, az Alienből így beletúrok a hajamba, brutál kopasz leszek, meglátjuk. De nem a borotvált kopasz. Azért azt hangsúlyozom. Tehát nem az lesz, hogy fényesre nyírjuk, és még le is borotválom, hanem nullással én egyes, kettes, nem tudom milyen állapotok. Nem a Vin Dieseles. Tehát nem a Vin Dieseles. Ezt egy kicsit sajnálom. Igen. Fogtok el Fridinél aludni, mint a bocskor, kérdezi Rita. Hát, ha én ott aludnék, az ütne, de... Abból lenne móka. Magány lenne. Át kéne nézni a szerződést. Hát én valószínűleg nem, ha csak nem jön át a Fridi a csatornára. Az a műsor jó egyébként, én kedvelem. Egyén függő, hogy nézed, vagy nem nézed. Igen, mit tudsz belőle kihozni? Most, ha valakit mondjuk a Tóth Gabi nem érdekelt, akkor nyilván nem nézte meg. Ha a Gesztesi érdekelt, megnézte. De biztos, a Fridi ezt mindig jól csinálta, hogy úgy csavarja meg, hogy kihozza belőle. De ha nálunk lenne, biztos, hogy mennék. Tehát maga a show érdekelne, csak hát az ellentétek helyre miatt. Helyre tenném.
Erikusz úr. Mi nagyokat, nagyokat beszélünk, nagyokat vitáznánk. Tegező? Tökti? Igen. Velem tegeződik. Igen. Nem tudom, hogy ez... Jó vagy, azt tudom. Kevés emberrel tegeződünk, mi tegeződünk. Abszolút. Igen, igen. Nálatok meg majd Pimasz úr ott alszik. Nem, a múltkor összefutottunk este 10-kor. A halban. Pimaszurral. A Frédével összefutottunk este 10-kor egy étterembe. És írtam neki SMS, hogy látom, találkoznak az öreg fiúk, nem kéne már ágyba lennetek? De rögt vette a lapot, de állandóan, állandóan osztom. De bírja egyébként, jó, jó arc. Én szívesen mennék hozzá. Vannak olyan kérdések, amiket már megválaszoltunk Tibivel kapcsolatban. Hova tűnt Kassa Tibi rovat, a szegény azóta Facebookon kénytelen kiírni magát. Igen, azt mi is látjuk, hogy, Tibi tulajdonképpen elindított egyfajta hagyjáratot a Facebookon. Baromi jól csinálja ő az oldalát, jól futtatja, nagyon sokan vannak. Szerintem rendkívül jól menedzseli az oldalát. Hát nálunk már nincs erre, már a múlt héten vagy két héttel ezelőtt megadtuk a választ, hogy, hogy miért nincsen. De ha Tibinek jó ötlete van, akkor természetesen várjuk. Pihen, várjuk a frissítést vele kapcsolatban. Azt mondja, hogy várjatok gyerekek, bezártam a falamat. Feri, mondd meg nekem, miért kell a disznóvágáson berúgni? Azért, hogy föl tud dolgozni azt a traumát, amit az okoz, hogy sajnos rajtad kívül is nagyon sokan szeretik a disznót, és jönnek és esznek belőle, illetve hogy vannak olyan népcsoportok, olyan emberek, akik a vegetarianizmus tévútjára léptek, őértük kell egy pálinkát meginni, hogy szegények, hát az is egy élet. Nem, ez szerintem ez egy ilyen régi indián szokásból gyűrűzött át ide, az európai kontinensre, nem? Tehát, hogy így hogy az állatnak a lelké, ugye? Igen, elejtett van. Egyébként tényleg azért az állatra isznak az első, de hogy a tizediket, mikor takonyrészek mindenki mériszek, meg azt már én se tudom. Ott már lendületben vagy, ezért. És most a kocára, és most a kökékre. Igen, az kicsit az Itália kül, az nem igaz. Nem igaz. Hát meg hideg van. Janitól kérdezem, hogy készítettétek fel a lányotokat arra, hogy egyszer nagy lány lesz? Mit mutatok neki? Mert hogy ez a gyereknél nem egy egyszerű élethelyzet. A gyereknél a válogatás hogy lehet korrigálni? Itt arra gondol, amikor már majd barátja van az ő gyerekének, vagy barátnője, és akkor a válogatás hogy tudod korrigálni, ha valaki őt válasz? Ilyen, srácok, két pasi meg egy kicsi. Nézzétek, éjjel-nappal. Nézzétek, gyereknek nem lesznek kérdései egy idő után, mert olyan szinte felvilágosult lesz. Most én nagyon komolyan mondom, én nagyon hálás vagyok annak a sorozatnak, mert valahogy rákattantak, és gyakorlatilag a gyerek már mindent tud. Tehát nem kérdez semmit. Egyébként meg ők nagyon jó viszonyban vannak az édesanyjával, úgyhogy a női dolgokról vele szokott érkezni értelemszerűen, de mi nagyon-nagyon nyíltan, nagyon őszintén beszélünk egymással, tehát nekünk nagyon nyitott a kapcsolatunk így egymás felé, nincsenek tabu kérdések, gyakorlatilag bármire rákérdez a gyerek, én keresetlen őszinteséggel, nyilván úgy, hogy teljesen normálisan mindent elmondok neki, tényleg. Tehát nincsen nálunk köntörfalazgatás vagy ilyesmi. Legyen az a teherbeesés, legyen az mondjuk a kicsit az életévállás, stb. Gyakorlatilag bármiről. De én nagy elbeszélgetés nincs, hogy gyere virág ülj a combomra, nem? Tehát, hogy nincs nekem időm ezen. Másznom is kell. Trifeleg és a sport. Ott vagy te saját magadnak, a hobbiaid, a net. Igen, ne. Nincsenek, mert nem nincs rá szükség. Szerintem a nagy elbeszélgetésekre akkor van szükség, amikor picit így terelgetsz. Picit így nem mondod meg. Nyíltan, őszintén, egyenesen el lehet mondani ezeket a dolgokat úgy, hogy nem okozol semmiféle traumát a gyereknek, egyszerűen csak tényszerűen elmondod a dolgokat. Hát ez egy folyamatos beszélgetés, akkor nyilván nincs. De mire odaér a gyerek, tudja. Meg. Hát a szülő mindig azt hiszi, hogy még ráér, közben a gyerek már sokkal többet tud, mint amennyit te gondolsz, nem? Tehát szerintem mindig a szülő van egy-két lépéssel lemarad, egy kicsi még, nem kell, még, és közben már az oviban, iskolában, gimiben, ezeket már úgy megbeszélik, hogy mire te odaérnél, addigra már bőven. Meg egyébként, ahogy Balázs szoktam mondani, hogy velem kapcsolatban, hogy ilyen csacsogos típus vagyok, hát úgy képzeljétek el, hogy hozzánk beraknának egy kamerát, vagy mit tudom én, egy állandó rádióvonalat, és tényleg egy on-air lámpa világítanát, ez a vadon család. Ez gyakorlatilag, mi éjjel-nappal beszélünk, de folyamatosan. Tehát néha egy kicsit azért fárasztó is. Azt tudom. Ilyenkor elmész futni. Igen. A Jani a legnagyobb trécselő. Tehát ő nem neki... Nem tudsz kimenni előle. Abszolút. Nyomja. Jön ebből a szempontból nő. Tehát én pasit nem látok itt trécselni. Megáll a folyosón, megy. Tehát neked valami
aktiválódik ilyenkor az agyadban. Az agyad azon része, az biztos, hogy nőből van. Tehát a nők szoktak ennyit beszélni. Háblálá, csak mondja. De Jani képes végig beszélni úgy egy két órás utat, hogy én néha csak vezetek, és aha. Van egy ilyen fél óránként visszaigazolós, aha. De csak egy ilyen nagyon-nagyon oda vetett, tudod. De az se kéne, mert ő nem kérdezi, hogy figyelsz. És úgy letolja a két órát, hogy igazából még csak nem is iszik közben. Mm-hmm. Igen, baj van. Miért nem mondod semmit? Mert folyamatosan beszélsz, jó? Igen. Hogy mondanátok meg a bölcsis néninek, hogy ne legyen szálhúzás belőle, hogy ne becézze a gyermekemet? A bölcsis nénének? Hogy a bemész hozzá, és azt mondod, hogy ide figyelj. Kedves bölcsis néni, ne tessék, nem tudom. Petikézni, ő Péter. Szólítsa Péternek az egyéves gyereket. Nem tudom. Na most én ezt nem értem annyira. Hát hogy tudod, hogy ne sértődjön meg, nem, ne nézzen de úgy rád utána. De a becézésre mi a gond? Valamelyik szülő nem szereti. Hívja a gyerekedet, ahogy te nem szeretnéd. Pucélgatja, becézgeti, valami embere nevet ad neki. Mondjuk a útyuli pucyuli, és gyúri az arcát, igen. De abszolút. Jó, lehet, hogy adjuk a szülőt, és akkor elmondja, hogy becézik, és akkor próbálunk segíteni. Ugye kérdés, hogy mi a baj az óvónővel? Tehát azt kell tudni megbeszélni. Én sem vagyok ez a nagyon beleszólós, de hát ha valami olyan van, akkor azért azt mondani kell. Nem? A vonó függő erősen, hogy ki az, aki azt mondja, hogy oké, és ki az, aki megsértődik, és közelenség leszel, azért ez és bármit, hogy érdezni lesz a gyerekről, vagy mondani, vagy ne adj Isten esetleg beleszólni, azt azért a vonója válogatja a gyerek ki hogy reagál. Azt mondja, hogy Feri, mit szólsz ahhoz, hogy nem te kaptad azt a műsort, amit te kezdtél annó nélküled, ez nem az igazi, engem a Liptai nagyon idegesít, jött ez is SMS-ben. Nagyon sajnálom. Kevés olyan műsor van, amit sajnálok, hogy nem csinálhatom. Én ugye ott a másik, az Ezek megörültek, azt én nem vállaltam, én már nem akartam azt csinálni. A 40 milliós, ami most már 50 milliós, azt rettenetesen sajnálom. Én azt nagyon szeretem. Nem lehet, hogy a Klau bement, és azt mondta, hogy adok rá 10 zsebből, csak hadd csinálni. Lehet, hogy ő hittem a Klau az ilyen. Berongyolt, de a Klaudia státuszban. Legyen 50 milliós. A Klaudia státuszban van, ugye, tehát ő kap havi fizetést a TV2-től, és nem volt neki éppen olyan műsora, ez lehet az egyik dolog, én elég sok mindent visszamondtam az elmúlt időszakban, ez is benne van, hogy mondjuk én nem vállaltam el az Ezek megőrülteket, és akkor azt mondták, hogy na, akkor most ezt se csinálhatod. Nem tudom, én nem mentem utána ennek a dolognak, a kérdésre válaszolva igen, igen rosszul esik a dolog, azt nagyon szívesen csináltam volna azt a műsort. Az elsőnél, nekem az volt az első olyan műsorom, amit egyedül csináltam tévében, és emlékszem, hogy az első szett az élő volt, és én nem mertem... Igen, emlékszem, tényleg, az élőben csináltam. Tudom, az élő volt, az bevállalós dolog volt ezt élőben csinálni. Úgyhogy én sose tévéztem egyedül, tehát mindig párba voltam a Majkával, vagy valaki mással, és én annyira be voltam fosva már, bocsánat, az első előtt, érted, hogy ott a csajok nem mondták, hogy figyelj, most már izé van, 3-2-1, menjél. És a második szériát már aztán felvételről, és azt imádtam. Úgyhogy az fáj egy kicsit. Igen, jó lett volna. Már igen. Az egy jó műsor is. Szerintem. Feri kedvenc színésze, Sonka Nöri? Igen. Jó, igen, köszönjük. Egyébként meg igen. Van egy hallgatónk. Halló, jó reggel, csáó. Volt egy hallgatónk. Ő már nincs. Mármint, hogy van, de nincs, igen. Próbáljuk még egyszer adásban tenni. Itt vagyok anyámnak karácsonyra, Erik kérdezi. Igen. Volt-e már olyan, hogy munkaközben vagy magánéletben nagyon összeveszettek valamin, és másnap úgy vezetetek műsort? Ha igen, akkor mi volt a vita tárgya, és hogy lett béke? Reni kérdezi. Hát, ez egy jó kérdés. Volt olyan, hogy összevesztünk, volt olyan, hogy veszekedtünk. Az, hogy ezt a műsorban lehetett érezni, olyan szerintem nem volt. De nyilván azért három nagyon különböző egyéniség dolgozik. Itt máshogy gondolkozunk dolgokról, de ilyen nagyon-nagyon összevesések nincsenek, nem? Tehát viszonylag három nyugis ember dolgozik. Itt én már hallottam olyan csapatokról azért, ahol jobban beleállnak a vitákba, és nagyobb veszekedések vannak. Volt időszak, amikor azért nekünk is volt egy-két vitánk. De ez a műsorban nem jött át. Szerintem. Tehát az ember benyomja a gombot, akkor azt ott dolgozik, de volt azért, hát persze. Most már lassan 9 éve nyomjuk. Vagy hogyha nagyobb hallgatások vannak a műsorban valamelyikünk részéről, akkor azért érezni okay, lehet kifelé is, igen, hogy ott volt valami. Jó, erre figyeljetek. Figyeljetek a hallgatásokat. Aki csöndben van, igen, aki csöndben van, igen. Neked nagyon tetszik egy poén, de feltűnően nem nevet az egyikünk rajta. Na, akkor biztos. Csak azért sem. Igen. Beri, mikor kezdett el érdeklődni a csillagnézés iránt, akár csak úgy, vagy csak teleszkoppal, ez a te hobbid és a gyereket egyáltalán nem érkezik, kérdezi Katam.
Hát nem, ez úgy van, hogy az nem egy gyereket nevel, akkor a gyerek automatikusan az iránt érdeklődik, amit te is csinálsz, nem? Tehát ha falat mászol az ember, gyerek előbb-utóbb oda keveredik, ha szereted a csillagászatot, akkor elkezded megmutogatni ki a dolgokat, elviszed planetáriumba, kifekszel vele, hulló csillagot nézni augusztusban, és rákattan. Hát vagy kicsit az ellenkezőjét fogja, mert már marhára utál, hogy állandóan csillagot nézni cibálod. Az is lehet, hogy aztán később, amikor a gyerek kamasz lesz, akkor pont nem azt akarja csinálni, mint a szülők, de kicsi gyermekkorban, hát azt a világot mutatod meg a gyereknek, amilyen te vagy, nem? Olyan igen. helyekre viszed, azt igen. csinálod, hétvégén az a program, amit azért te is szeretsz. És hát a gyerek ebben nő föl, aztán később dönt, hogy ez jó vagy nem. Értelemszerűen. Engem ez érdekel, és erről sokat beszélek, amivel könyveket veszünk, járunk ide-oda, nézzük közeget, ezért kezdett érdeklődni. Janitól kérdezni, milyen sűrű néz felnőtt filmet? Van kedvenc színészed? Köszönöm a kérdést! 10 percben, végre, János, tessék! Végre tudok válaszolni. Az úgy kezdődött, hogy 9 éves koromban a Világjárok sorozat magot megtaláltam. Apám, ők áll magazinján. A modellek közül, akik nem kifejezetten... Jegyzeteljetek. Nem kifejezetten sztárok ebben a műfajban, inkább modellek, meg egy-két filmet elvállalnak, ott Erica Campbell, a kedvencem, ő egy hölgy, sajnos ő már, igen, ő már sajnos visszavonult, oh. de egyébként én azt gondolom, hogy a teljes életművéhez hozzá lehet még jutni így az interneten keresztül. A kifejezetten sztárok közül, felnőtt filmes sztárok közül Madison Ivy a kedvencem. De ezt imádom, hogy fejből mondasz 8 színész. Tehát Pierre Woodenen és rokon kívül korrekt senki nem tudott fejből. Korrekt választ. És hát természetesen a sok-sok ismeretlen, de tehetséges hölgy. Én ezt annyira bírom. Figyelj, soha nem lepleztem. Szóval nagyon szeretem ezt, hát nagyon szeretem ezt, hogy semmi szégyenli való nincsen benne. Abszolút. Én szeretem, hogy te ezt ennyire nyíltan és őszintén vállalod. Igen. Ti megkapjátok az SMS-eimet? Kérdezi valaki sok felkiáltó jellel. Igen. Feri most nem tud figyelni, mert rá keresem. Melyiket keresem? Erikát. Erika Campbell. Campbell. Campbell, igen. Itt semmi, egy zenei videója van. Aha, ne, akkor úgy írt be, hogy Erika Campbell Pix. Pix? Pix. És akkor igen, mert akkor elsősorban a képekre fókuszál. A Pix. Olyan tepös, hogy a szegény tanároknak. Ja, várjál, képek, van egy olyan opció. Az anyád úristen! Ugye, hogy azért, Jani? Ugye, hogy ott van a rutin? Az évek és a szakma szeretete azért hát megtette. Csak van érted. Bennünk közös te. Hát a sok casting, és ez lett az eredmény. Jaj, Istenem, hát igen. Go! Hogy? Nem, még, igen. Miért nincs saját tévéműsorod, Jani, kérdezi valaki SMS-ben? Hát, én nem nagyon vágyom ilyesmire. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy én egy jó háttérember vagyok, jól rezonálok a dolgokra, én alapvetően egy gagman vagyok. Igen, bocsánat, hogy még az előző témában vagyok egy picit lelkileg. Szóval én nem vagyok igazán jó műsorvezető. Én nem műsorvezető vagyok. Én reagálok a másiknak a gondolataira, én reagálok, próbálok meg labdákat dobni. Én egy adogatógép vagyok. Ennyi. Egy bioadogatógép. Egy bioadogatógép. Na, ezt meg fogják írni. Igen, egyébként valóban így van. Hát az RTL is küzd azért, hogy néha azért többször passzoljon neked és szerepbe hozzon. Tehát, hogy azért nem akarja. Most már feladták. Egy időben azért volt törekvés arra, hogy legyen. Jó, nézd meg Julia Sweet-et, Robika követ. Ha Madison Ivy-t kedveled, akkor nézd meg. Nézd meg Julia Sweet-et. Aztán azt nézem, úgy gyerekek, nagyon-nagyon sok kérdés van. Van, ami más változik, azt nem. Tudjuk most megkérdezni. Az egy perc és nyersz adásokat otthon te is szoktad-e játszani, kérdezi Ricsi. Nem. Nagyon sok ötletes játék van benne, de nem. Mindig feljegyzetelem majd, hogy esős idő a gyerekkel, mit játszok, és a felvételek közben álltam, csináltam magam egy saját jegyzetet, ahol fölírogattam, hogy ragasztószalag, 3 pingponglabdát kifeszített, de dobjál meg. 600 jegyzetem van az elmúlt 3 évadból, hogy milyen jó dolgokat lehetne otthon játszani a gyerekkel, de egyszerűen nincs erőben. Mondjuk én ezért megnéztem, hogy ott szombaton ott áll, hogy a konyhapult mögött a Viki egy lufit fúj föl, és éppen, hogy műanyag porhalkot próbál meg a levegővel, ami a lufiból kiáramlik, lesodorni, és közben Balázs, bajban vagyunk. A Benny pedig méri az időt. De lehet, egy csomó jó játék van benne, amit tudsz játszani, csak valahogy nem. A feleségek hogy viselik, mikor hetekre elutaztok? Mehetnek veled? Jó. Kérdezi valakit, hetekre nem nagyon, mikor szoktunk hát egy hétre megyünk el. Mármint amikor Szabira megyünk, azt kérdezi a hallgató? Nem, hanem a kitelepülésre gondolom én. Ja, vagy amikor például kint voltunk Afrikában. Hát ez egy szélsőség, igen, az egy 6-7-es időintervallum volt. Hát most a tavaszi kitelepülés az egy hét, 5 nap, sőt. Igen, ráadásul nem mindenhol alszunk ott, van, ahol ingázunk,
Nem, tehát hogy nem arról van szó, hogy még vasárnap elmegyünk. Amúgy Jani nem nagyon nézett be a családjához, de emlének is. Szeretsz, kicsit a családod is megfigyelbőd, vasárnap veszed a kis hátizsákodat, és pénteken bejelentkezel. Én a hosszú távon tervezek a családommal. Minél több olyan alkalom van, amikor nem találkozunk egymással, annál tovább tart ez a szép kapcsolat. De nem így van, hogy néha kell egy kis szünet? Marhára kell. Az, hogy kicsit elmenjél és egyedül legyél, az jót tesz a kapcsolatnak, hogy újra érzed, hogy hiányzik a másik, nem? Teljesen hát egyértelműen. Már szaladsz haza, és ott áll Móniki, meg, meg azért ne legyünk nagyképűek, tehát, hogy nekik is szükségük van néhány ilyen, mondjuk ilyen Jani-mentes pillanatra, ha már rólunk beszélünk. Én szerintem a csajok mások. Ők éjjel-nappal akarnának. Az alapvető különbség a nő és a férfi között, hogy például ezt is máshogy gondolják. Mert amikor te azt mondtad, hogy neked szükséged van elmenni egy kicsit fiúzni, vagy egyedül lenni, és azt mondtad, hogy menjél te is, a nők nagy többsége nem igazán arra vágyik. Ők a szabad idejüket veled akarják eltölteni, és fura nekik, hogy te egyébként mással. Nem? Tehát önnek azt mondta, hogy van egy-két napot, menjél barátnőzik ki, mert ez elmegy, ha vannak barátnői, de neki a legnagyobb öröm, ha azt mondta, hogy drágám, én veled akarom eltölteni ezt a két napot. És szívesen megy 4 hétig úgy veled, hogy nem megy senkivel sehova, nem? Há, igen, 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 de ezt kitől hallottam? Ezt kisújkolta ennyire belé. Ne, szerintem máshogy gondolkoznak a csajok, például a szabadidőről, meg hát rengeteg minden másról is nyilván. Jól van, ne játszunk gyorsan egy 3-as ugrásat, brutások kérdés folytatjuk, jó? Egy hét múlva, bocsánat, ha valakire nem került sor, rengeteg kérdés, sőt, tehát szinte kezelhetetlen. De folytatjuk, és jövő héten újra meg tudjátok kérdezni. 3-as ugrás játszunk, már itt is van egy hallgatónk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Orsi, hello, jó reggel! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Orsi, honnan hívtál minket? Miskolcról, mit csinálsz? Adatot rögzítek. Jó, volt némi lemondás. Igen, elengedted egy picit. Nem, nagyon jó adatokat rögzítünk. Jó adatokat? Igen. És közben szólhat a rádió? Tudtok minket hallgatni? Nagyjából, igen. Szóval nem. Hallgathatunk, persze, csak most leleszünk kapcsolva, hogy nehogy gerjedjünk. Ja, na, milyen rutinosak vagytok. Hányan vagytok ilyenkor egy munkahelyen? Sokan. Nagyon sok segítségem van. Na, csajok? Is. Csajok. Jó, van, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy nézem. Simán vihető. A harmadikra a pici nehéz kérdést raktam be, én nagyon örülnék, ha tudnál rá válaszolni. Úgyhogy menjen addig. Nem fogsz. Odaadod a kérdéseidet, nem találom. Így szól az első kérdés, nyakba akasztóért. Melyik ország adott otthont a legutóbbi Forma 1-es nagy díjnak? Hamilton nyert és Japán. Jó, van, Suzuka. Suzuka ring. Mehetünk tovább? Mehetünk, persze. Itt van a második kérdés. Mi volt Bendegúz vezeték neve az Indul a Bakterház című filmben? Regős Bendegúz. Jaj, de jó, van jó. Isten, mekkora klasszikus volt, szegény. Ó, azt a jémre már sajnos nem él. Mi legyen a harmadik kérdése? Nem lehetne a hétfői első. Azt nem tudom, mi volt. Na? Mehetünk tovább. Itt van a harmadik kérdés. Melyik világhírű popzenekar énekese Simon Le Bon? Simon? Bob? Simon... Aha. Simon mondja. Melyik világhírű? Simon Le Bon. Zenekar énekese? Simon Le Bon. Úgy Simon Le Bon. Bon. Miért a tanul keveset? Duran Duran. Ha, ez a szép megfejtés. Az internet. Net vagy tudtátok? Tessék? Net vagy tudtátok? Net. De időn belül volt, időn belül elfogadjuk. Elfogadjuk, megvan az ajándékcsomag. De helyes vagy, hogy így örülsz. Még sose játszottam veletek, és nagyon szerettem volna. Na, hát akkor lesz morning show-s órád. Nagyon klassz kis óra, falra akasztható lába van, egy konzerv dobozt kell félig meddig kinyitni. Hangsúlyozzuk csak, hogy félig, mert úgy néz ki igazán jól, ne tépjétek le. Jó. És akkor mögötte ott van. Ott van az óra, a sapka, a nyakba akasztó, minden van. Jó? Köszönjük szépen! Köszi, ciao. Hello, sziasztok! Hello, hello! Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Azért az furi, hogy Balázsnak két férfi pornószínész ugrik. Hát, kinek mi az ázsámere? Gyereket, Rokko, ha nem vagyok király. Én férfit egyet se tudnék mondani. Jó, nyilván ezeket a klasszik neveket. De hogy így egyébként. 3-10 lesz, 3 perc múlva jövünk, 1 perc múlva a nap legjobb pillanataival. The Morning Show.
vagyunk, 3:40. Múlt. Ja nem, lesz egy perc. Jaj, az időkkel kapcsolatban jött egy tök jó kérdés, ezt még meg akartam válaszolni, mindegy. Jövő héten, ha felteszik, hogy miért van ennyi reklám, hírezünk, alig vagyunk adásban, hosszabban akartam tetszik megválaszolni. Tetszik a rovat, az látszik. Tehát ugye vannak, akik azt írják, hogy miért nem hosszabb a rovat. Tehát ez tök jó. Igen. Ez jó. Ez tök jó. Halad, Feri szerinted is jó. Aha. Na, és ő? Mindegy. Na, mutatjuk. Mutatjuk, mivel foglalkoztunk ma reggel. Látunk egy érdekes videót, ami lehet egy gerilla kampány, telefonreklám. Igazából mindegy, is azt látjuk, hogy egy nő mesztelenre vetkőzik egy telefon üzlet előtt, mert hogy nem kapta meg a legújabb okos telefont, hisztizik, toporzékol, és nem hagyja békén a barátját. Téma indítónak nekünk kiváló volt, mert azt kértük hallgatóinktól, írják meg nekünk, hogy mit lehet csinálni egy hisztis nővel, vagy hisztis pasival. A hisztis pasi egyébként még viccesebb, mert szerintem jóval ritkább. Kiderült, hogy egyébként nem ritka, rengeteg férfi tud toporzékolni, ugrabugrálni, örjöngeni, ha valamit nem kap meg. Hát nagyon helyes SMS-eket írtak nekünk hallgatóink, hogy egy hisztis nővel, hisztis palival ők mit tudtak csinálni. Amikor tényleg a legdurvább reakció jön elő a nőből, a pasiból, úgy, hogy ott állsz értetlenül, és egyszer csak a párod megőrül. Nagyon sokan szóltak hozzá a témához, erről beszélgettünk, valamint fölhívtuk a Nemzetbiztonsági Hivatal volt főosztályvezetőjét, aki egykori hírszerző volt, Cseri Ferenc, hogy segítsen nekünk egy kicsit eligazodni, mit csinálnak most az oroszok Szíriában. Mert ugye hát megállapodtak Washingtonnal, hogy közösen lépnek majd fel többek között az iszlám állam ellen, aztán ugye az orosz vadászgépek felszálltak, és az amerikai hírszerzés szerint, és a nyugati államok szerint, hát mindent bombáztak, csak ugye nem az iszlám állam támaszpontjait. Az oroszok pedig azt mondják, hogy de azért volt benne az is. Sok érdekes dolgot hallottunk, kiderült, mint mindig az ilyen típusú beszélgetésekből, hogy igazából egyöntetű igazság nincsen. Mindenki egy ilyen helyzetben, egy háborús helyzetben a saját pecsenyéjét sütögeti és a saját érdekeit védi, valamint próbálja érvényesíteni. Nem, nincs egy nagy igazság. Úgyhogy erről beszélgettünk ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show. Itt vagyunk, ezek voltak a nap legjobb pillanatai. Hisztis pasi, hát az vicces volt, hogy toporzékol a pasi a konyhában. Csabi, hello, jó reggelt! Kikérem magamnak. Na, mit? Te is az vagy. Mit mi? Kérsz ki? Szerintem tudok, szevasztok. Hello. Mindenki tud hisztis lenni, persze. Hát azért, amikor páros lábbal ugrálsz, tényleg hát három már, és is toporzékolsz pasi létedre, nem, még a nőnek se áll jól, igen. Olyat azért nem. Milyen más idő van kint, Csabi? Reggel nagyon hideg volt. Most még hűvös van, kell a kardigán, de szerintem mire végeztek, addigra simán le lehet dönni. Kardigán? Igen, teljesen reális a kardigán, de abszolút. A kardigán. Minden van nálam. Pláne négy darab kardigán. Adhatom volna pulycsit is, csak hát az szvettelésbé szép szó. Szvettel. Szóval, hogy hűvöskedhet, de szép tiszta idő. Nagyon érzékelhető, hogy jön. Tehát van ereje a napnak. Tehát ülsz az autóban, nem érzed a hideget, csak a napnak az erejét. És előbb-utóbb ez majd délutánra szépen megadja magát ez a hideg. Eltűnik, és csak a meleg lesz érzékelhető. Mm-hmm. Jól van, hívjuk a naphallgatóját. Lehet menni focizni. Szóval az lesz ma. Minden pénteken edzés van, hétvégén meccsek vannak, úgyhogy most már kívánjuk a jó időt mindig. Ez az életed, érted, hogy a gyerekeidet viszed meccsre. Nekem adott tegnap, és ott ültem a foci edzésen egy órát. Na, azt viszont nem kéne szülőknek ott ülni, mert beszólnak, az a legrosszabb. Én nem szólok be senki. Morning show. Jó reggelt! Hello. Nagyon szellemes volt, amit írtál, ugye néha szoktunk úgy választani, hogy legyen az a naphallgatója, aki közlekedéssel kapcsolatos SMS-t küldött nekünk. Te azt írtad, hogy a Váci út, Csanádi utca, Ferdinánd híd kereszteződésében lámpák nem működnek, rendőrök kiabálják a színeket. Ezt szeretjük. Ez a köd esetén szoktak meg inkább mondani. Igen, helyes. De ide is jó volt. Bejött így is. Helyes volt. Te vagy a naphallgatója, mondtad, hogy Morning Show. Egy szép ajándékcsomagot adnánk neked, ha elfogadod. Köszönöm szépen, hogyne. Jó, mivel foglalkozol, mit csinálsz? Villamosbiztonság technikai felülvizsgálatok. Érintésvédelem, tűzvédelem, villámvédelem. Ha betyárni. De ez ki az? Jól hangzik. Küldjük neked. Jó? Jó, köszönöm szépen. Köszi, ciao. Hello. Hello, hello. Mi a recept, Ferim? A hogyan etessük meg gyermekünkkel sorozatot folytatjuk. Na. Ugye, néha vannak ilyen trükközések, és a hal az egyik olyan mumus, amit nem nagyon szoktak szeretni a gyerekek, viszont az előre panírozott harrudacskát azt azért nagy átlagban meg. Abba kevés hal, szeretik, igen. Igen, na de most ugye fölmerül benned a kérdés, hogy a jótékony panír alatt mit talál a kedves vásárló, és hogy ez nem erüljön föl, ezt meg lehet otthon csinálni, ez nem egy ördöngés dolog, úgyhogy ezt írtam le, neked. Hogy hogyan kell, neked se, ne, nem, neked se, ezt utálom, Csabi,
meg se próbáltad, és már azt mondod, tehát, hogy hogyan lehet otthon halrudaskát csinálni. És mi az alap? Tehát okosod, a hal. Hal. Nem, bármi, meglepő. Tudom. És mi az alap? Nálunk a halrudacska halból. Nem, hogy milyen típusú hal, mert ugye hát ezt meg kell venned filé nélkül, valamint ebből egy ilyen masszát gyúrsz, amit bepadírozol, de hogy mi a... Vagy nem. Vagy nem. Vagy nem így kell csinálni, hanem jó minőségű halat kell venni, tengeri halat például, de meg lehet csinálni magyar harcsából is. Na, ezt ugyanolyan finom meg. Lesz, az minden le van írva benne, és akkor nem kell ez a gyúrogatás, meg különböző adalékanyag, hogy összeálljon, hanem maga a kemény húsú halhús, vagy a kemény halhúsa, az meg tud maradni egyben, és utána a panírozással kell vigyázni, ha az megvan, utána kisütöd, és ilyen rendes halrudacskát fogsz kapni. Ez van egy családtagozó, meg egy mártogatós. Megcsinálom, ha tudnék főzni. De nem is kell, majd megcsinálja a Viki, mert ő meg tud. De tényleg jól hangzik. Úgyhogy ez van, és fönt van már a mi Facebookunkon, a Morning Show Facebookon. Jól van. Csabi Kámra, megzenéljük, mondj valami jót. Hallottam, hogy Jani emlegette, és tényleg korábban akkora divat volt a duettek, mindenki mindenkivel összejött és együtt énekeltek, aztán ez egy kicsit alább hagyott, és most megint úgy látszik, hogy ez feléled ez a szokás vagy hagyomány, mert a Zséda összeállt Vastag Csabival, és így közösen hoztak egy dalt. De igen, picit megmartam őket, de egy jó kis dalról van szó. Igen? Megmartad egy kicsit? Ahhoz képest, hogy hogy is meg tudta volna marni, ahhoz képest tök kicsit. De ez jónak tűnik, Zséda Vastag Csabi. Egyébként teljesen egyértelmű. Két a saját műfajában szinte csúcson lévő előadó, amikor összeáll, mit tud összehozni. Én a dalt még nem hallottam, ettől szörnyű is lehet persze, már hogy jó is, meg nem tudom. Csak jó, a két előadó alapján, na, azt mondom, ebből valami jó is kisülhet. És ebben a lényeg, hogy tulajdonképpen, ha megtehetnék azt is, hogy valami gagyit összehoznak, hiszen a nevük már elvinné, de nem. Tehát hiszen a nevük megvan hozzá. De nem, hogy tényleg, ők ketten már bármit csinálhatnának, de ráadásul gondolom jó zeneszerzőt és jó szövegírót találtak meg hozzá, és jó dalt írtak, úgyhogy hallgassátok. Legyen a másé ez a címe. Hogy legyél a másé. Jó. Legyél jó lenne már valami nagy sláger, ami magyar. Nem? Ugye, hogy úgy vannak Well Hello dalok, amiket ugye az ember énekelget, mert úgy szereted, meg tényleg sláger, de hogy úgy valami, ami ugye a mikorosztályunk, és akkor úgy tényleg azt mondta, hogy ez most úgy mindenki ezt játsz, és jó dal, és sláger. Nem? Szerintem a Well Hello az nagyon ráhíváztál, mert hogy pont. Igen. Minden korosztálynak. Igen, őket szeretik nagyon. Jó van, Csabira, kívánság műsorral 555-55-00. Mi hétfőn megyünk a föld alá, teszteljük a 4G-t, teszteljétek ti is velünk együtt. Hétfőn reggel 6 órakor a 4-es metróvonalán vagyunk valahol, keressetek meg bennünket, gyertek, találkozzunk, mi 5:50-kor kezdünk Kelenföldön, és aztán megyünk tovább. Fogunk játszani is értékes ajándékokért. Bizonyám, rengeteg szép kis telefont lehet ma nyerni tőlünk hétfőn. Jó, jövünk 6 órakor. Szép napot, szevasztok! Hello! Ciao. Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.